Sziasztok, skacok, üdvözlünk titeket! Itt is lennénk a Smollennek a folytatásával, itt van velem Imu. Hello! És hát ugye az előző stream, az tulajdonképpen nálam tök más volt, mint Imunál, ugyanis ő játszott egy jó 5 órát a játékkal. Hát egy keveset csak. Egy icipicikét. Nem? Úgyhogy építettél egy új bázist, ugye? Jól tudom. Hát lett egy kis kunyhunk, egy kis sátor. Gondolom, ismerlek egyébként, hogy mennyire kis sátrakat, meg kis kunyhókat szoktál építeni, úgyhogy valami monumentálisra számítok most. Dehogy is. Hát pedig szerintem olyan lesz. De még lesz. Nincs kész, még itt ahol vagyok. Most nem látod, de itt ahol vagyok, itt még lesz. Na nem, semmi. Ma megmutatom, ha ide jössz. Én most összeszedtem néhány értékesebb alapanyagot, és akkor azt meg is próbálom elvinni neked oda a bázisra. Köszönöm szépen István, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Sziasztok skacok, halihó. Újraindítottam a gépet, úgyhogy remélem minden rendben lesz a streammel, mert... Nincs kép, nincs hang. Nem is az, hogy nincs kép, nincs hang, csak amikor el akartuk kezdeni egy 10-15 perc ezelőtt, picit laggolt a játékképe. De már sokat játszottunk vele, úgyhogy nem szabadna neki. Csak ezt így gyorsan akartam mondani, hogy újra lett egyébként itt indítva minden. Úgyhogy remélem most már nem lesz vele gond. Különben nem tudom, kidobom az ablakon. Igen? Nálam már volt színözön, úgyhogy köszönöm szépen, azt meghagyom másnak. Ja, ennyi. De amúgy ezt vissza is lehet nálad nézni YouTube-on. Én nagyon szeretem azt a videódat, hogyha rossz kedvem van, megnézem és felvidulok. Na, tessék megnézni! Kis vicces vagy. Úgyhogy nem, nálam nincs, elfogyott. Nincs. Pont, out of stock a színözön. Ilyet? Köszönöm szépen is. Hát meg amúgy neked az jól megy, tehát hogy te azon annyira nem égsz ki. Hát jó profil, pont ma beléptem D-hez, nézem, mondom zöld, és az volt, úgyhogy ennyi. Na viszont nekem valahogy oda kéne jutni hozzád. Anni, majd ha egyszer ráérsz benézel a Fortiba lobbyba, van egy kis meglepőm számodra. Úristen Bogi, remélem nem, semmit nem vettél, vagy ilyesmi, nem tudom, hogy ott lehet-e giftelni, de... Megnézem, persze, lehet, hogy ma is fogunk egy picit játszani, pont azt beszéltük. Majd még meglátjuk, hogy alakul a Smollend. Mert lehet a boss harcon majd kiégünk aztán. Aztán már semmi ez nem lesz kell. Vagy egy nagy boss harcokban, meg ilyenek? Hát én ma boss harcon. Én ma azt le akarom csapni, azt a szarvas bogarat. Annak ma hát meg kell halni, annak a nagy szarvas bogárnak. Pusztulnia kell. Hát na. Pusztulásra termet, mondhatjuk így is. Remélem oda találok. Tudod, hova kell jönni? Jelöli a térkép, igen. Egy nagy fát kell keresni. Köszi, van itt egy pár. Na, úgy jelöli a térkép, hogy hol van a bázis csak. Oda is kell jutni, tudod? De oda tudsz, mert csináltam egy kis hidat, ott egyenesen végigfutsz, azt itt vagy. Hol? Hát ott a régi bázisnál. Igen, a bagoly mellett jobbról elfutsz, ott van egy kis egy kis híd, ott jössz egyenesen, azt itt vagy. Hát én már azon a kidőlt fakérgen vagyok, tudod, ami átvisz az egyik oldalról a másikra. Akkor te balra mentél, jobbra volt, lett volna egy híd. Hát ezt nem tudtam. Sziasztok, skacok, halihó! Illiet. Véletlenül sem, hát remélem, mert ne költs rám semmit tényleg. Már mindjárt megnézem már, hát ha nekem van ott valami. Dehogy is. Dedinka vagy. Te vagy Tibi. Dedinka vagy. Na, elmeséltétek közben kivel mi újság, mi történt? Így a ML csodás hétvégén. Hát ugye nekem ez van már a második streamem, úgyhogy... Ja, nekem én még nem meséltik, mert kim voltam festeni. Festeni, meg gazolni, úgyhogy én nem láttam. Nem úgy Imu ekkora nagy festő ember. Hát erre de nem úgy feste, nem ilyen képet, meg tájképet de festeni, nem, én ilyenek, nem olyat, hanem ideit ilyen fűszer, növény, állványt festettem. Felcsapod a kis svájci sapkát, kiállsz egy ilyen kis izével, festő állványjal. Megpödröm a bajszomat. Szia, Viktor. Meg vagyok, köszönöm a kérdést. Kicsit fáradt vagyok, mert tegnapi nap nagyon hosszú volt, de amúgy... Amúgy meg vagyok, köszönöm. Tri Butler. Vigyen a Butler. Let's go! Let's go! Tanultam, hogy tudni kell, a streamét néztem. Tanultam, segítettem, kereket cserélni és pihentem.
Tanult. Mindenki tanult ma. Hát mi hát van vasárnap veletek? Vasárnap van. Hol vasárnap szüli? Tanulni? Hát nem arra való a... Nem arra való a hétvége. Pénteken, ahogy vége a susunak, el kell felejteni az egészet, majd hétfőn délután lehet tanulni. Ez nem semmi. Azt, amit na. feladtak hétvégére, azzal mi van? Hát az nem. Az nem. Jó van, imutól ilyen hülyeségeket nem tanulunk. Hát mondom. Poti főzős csinálni, az otthon. Várjál csak. Várjál, megnézem már jobban ezt a házat, mert hogy egyébként, akik a teststreamedet nem nézték, azoknak most ez itt tök új. Ugye Imu ezt azt építette a mindenit. Ötös órán keresztül. Várjál, hogy kell, nem tudom forgatni. Ez így hülyén néz ki akkor. Én nem, én gémelgettem, rajzolgattam, nem semmi. Szóval ezt a házikót építette Imu, gyorsan körbe mutogatom. Még csak... nem baj. Adna néz, mink van. És ez mire jó? Most megtanultam a ovent, meg a fornacet. Ja, hogy ezeknek energia kell majd? Ebből tudunk majd ezért lisztet csinálni. Ó, oh, lol. Gondolom a vizéből, bogárból. Nem, a... Seeds. Seedsből kell lisztet. Az érdekes. De olyan furcsa, hogy... Tehát ez is pörög még körbe-körbe, nem elég, nem csak a... Az így... Azt what? Hiszem, hogy kicsit jó. Be van. Be van állva az a malom, de mindegy. Érdekesen működik, én elhiszem, na, hogy ez ilyen. Úgyhogy, ja, van itt minden. Majd itt az ágyadat majd foglalt benne, és csak itt a jobb oldali a tiéd itt fel, feljössz, középen feljössz. Jó, van, csak körbe akartam nézni. Jó, ez itt a tiéd. Meg na, van ágya, van neked, meg minden. És én miért ez lett az enyém? Hát mert én már ebbe aludtam. Ja. És telepukisztod azt az ágyat? Vagy az enyém miért nem lehet? Nem, csak kiültem a enyémet. Pont a popómnak megfelelően lett kialakítva, úgyhogy... Horizont a DLC megjelenés napján tervezett elkezdeni? Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Először meg kéne venni a DLC-t. Bevallom, nem tudom, hogy mikor fog kijönni, azt tudom, hogy mostanában. De majd utána nézek, mert amúgy jó lenne tolni, ugye az alapsztorit azt végigjátszottam. És a DLC az iszkisnek hangzik, mert akkor végre lehetne foglalkozni megint úgy a játékkal, hogy legyen is értelme. Ja, mi na, majd utána nézek. Robust kitty, who craft large quantity to use with the... Na várjál csak. 19-én jön ki szerdán. Köszönöm. Hát utána járok. Igyekszem beszerezni a játékot, meg akkor összerakni úgy a setupot, hogy PS-ről tudjak streamálni, aztán szerintem belenézzünk. Köszönöm az infót. Nem hiszem már, hogy Dundika ezt díjazná. Beszéld meg vele. Rajtam nem múlik. Nem, perban. Azt szerintem akkor ezt megbeszéltétek. Mi az a Spiderhead? Úristen, de csúnyák, te pókokat is öltél? Meg pókszemek. Hát ez undibb, mint a Minecraftban. Csináltam neked valamit. Ne kérdezz, hogy mi, mert nem tudom. Igen. Hogy dobom el? Így, meg így. Itt van lent a... Ledobtam a földre? Nem már. Azt fel tudod menni? Grappling hook. Igen, meg dobtam mást is egy... Valami grapple gun-t. Igen. Meg hookot. Uh-huh. Hát gondolom ezzel fel tudok csinálni. Mondjuk egy magasabb helyre... menni vele, nem? Tehát, hogy... nem tudom, de itt ezt még eldobom. Milyen furcsán néz ki. Azt ki kell próbálni, mert nem tudom mi ez. Ja, Bogi! Jó! Elfelejtettem megkérdezni Gergőt. Most jut eszembe. Képzeld, kitaláltuk, hogy legyen fehér csokis. Várjál, mi? Tutti kávé? Úgy mit találtunk ki? Érdekes kompozíció. Igen, de... Te tök jó lenne. Ó, ez menci, csak drága. Nem tudom, hogy mennyibe került a húkot elkészíteni. Hát a maga a fegyvert. Na, nem a fegyvert, hanem amit használ. Hát az nem, az egy darab kitin kell hozzá, meg két darab fiber string, a fiber stringhez pedig két darab fiber kell, úgyhogy... Aha. Úgyhogy annyira nem drága. Na nem mindegy, öreg. Lehet igen? Vele fellengeni. Fellengeni? Aha.
Hát így kilövöd, és akkor úgy tudsz így a kötélen ringatózni, érted? Így nem tudom. Ejtem. Tudnánk kemencét csinálni egyébként, vagy ilyen cooking fine akármi ja. kemencét. Meg, egy pillanatot meg... kérek, hogy lepakolhassak, és utána hát nagyon pakolják, szívesen mindent. Mondom. Jó, csak nem tudok ennyi mindenre figyelni. Kell hozzá Stomprick kell hozzá, meg Heavy Kitin. Ne kérdezd honnan, de kell olyan. Jó, a csontokat hol tárolod? Igen. Nem, igazából kell még láda. Csak... Mi hiányzott hozzá? Kedv, szerintem, vagy idő. Az nem semmi, a kedv. Igen, mert itt az elején még itt elkezdtem szépen pakolgatni, ahogy látod, aztán itt a lucsó láda, ez ilyen, csak beledobtam mindent. Igen, itt minden van, azért is néztem, hogy most mik vannak itt, rócs mit, meg... Itt minden van. Petából van például nekem 30, úgyhogy akkor inkább úgy rakjuk be. Van bogárszárnyam, amit nem tudom, hogy hova tudnék rakni. Hát, meg van blood sack. Az is jó. Szia, öreg! Alió, aranyos a Minecraft pálya, amin voltam. Minecraft pálya? Te nagyon régen játszottam Minecraft pályán, nem tudom most mire gondolsz. Hát Kira, én ezt nem tudhatom. Kaját melyik betároljuk? Nincs kajánk, azért mondtam, hogy hozzá. Hát bogyókat hoztam. Hoztam blackberryt, meg raspberryt, vagy strawberryt. Hát... Igen, kell még csinálni egyébként ládákat, és akkor itt az utcsóba bele van dobálva. Azokat kéne rendszerezni, de én most... Ezt is kellene rendszerezni, igen. Én most nem rendszerezéssel akarom kezdeni a streamet. Jó, én nem azt mondtam, csak mondom, hogy... Jó, rakjunk akkor egy ládát, abba bele lehet rakni a kajákat, potikat készítsünk, meg én meg akarom nézni, hogy mibe fáj a jobb armor, amit itt árulnak. Drága? Nem tudom. Skadihoz kéne elmenni. Meg aludni egyet. Igen, csont az biztos, hogy kelleni fog. Mert arra igen, emlékszem. Szentem, meg kitin is kelleni fog, de a harmadik alapanyagra nem emlékszem, hogy az micsoda. Várjál, mert rajtam ilyen kitin izé fejes van. Nagyba vagy. De csak a fejes az. Hát attól a csórótól. Skaditól? Neked már ruhád is sokkal jobb, mint az enyém. Nem. A ruha az ugyanaz a peddét. Csak a fejesem a... Amit ott csináltam. Várjál, halok. Milyen bossra akarunk rámenni? Hát itt lent ez a szarvasbogár gyász koporsó lent a tengerparton. Elmentek, az az első boss. Úgyhogy azt kellene szerintem megölni. Megcsináltuk volna azt, hogy én lemegyek, megnézem, hogy mi kell, te meghozol. De én kíváncsi vagyok, szeretném én is látni, hát most nem hiszem el. Hát jó. Nem. Mi jössz velem? Nem, te jössz velem. De te jössz velem. Nem, de hát most akik érted az én streamemet nézik, azokat is biztos hát érdekli, hogy hogy kelek. Jó fej vagy. Hogy? Nyilván nézzenek téged is, nem azt mondom, csak... Most, ha esetleg valaki mondjuk csak az enyémet követi, akkor ő meg lemaradt, hogy amúgy ezeket hogy kellett elkészíteni, meg ilyenek. Azért akarok most veled menni. Tudod, ez ilyen videós de gondolkozás. Mutasd, hogy hova kell menni. Hát oda Skadihoz. Ott van. Hát nem erre. Ott arra fele, ki van jelölve, nekem a térképen látszik. Na nem semmi. Na, ide amúgy, ahol a nagy csontok vannak. De itt már sokszor voltunk. Skadi bátyjánál. Viszont szia, ma legalább nem esik. Azt úgy képzeld el, amikor elkezdtél streamelni, vagy az előtt. Igen. Átöltöztem játszósban, mert mondod, hogy most nem esik az eső, tök jó. Ahogy kimentem, elkezdett szemertélni az eső. Mostanában nagyon pocsék idő van. Na, ennél a bátyjánál kéne. Can you make me armor? Insect fur kell, meg hertile hide. Na insect fur-ünk van egy csomó. Igen, de a kell még geckót akkor nyakon vágni, és abból lesz a hide. Viszont a hide-ot nem szabad izé. Mert abból más lesz, ledőr lesz a hide-ból. És ott rontottuk el, hogy átgyúrtuk a hide-ot ledőrré. Hát te átgyúrtad. Hát tehát, hogy akkor kitin, vagy kitin kell, vagy... Várjál? Vagy csont? De a herptile hide az fix, meg az insect fur. Hát, vagy hogyha a kitinből csináljuk, akkor a ledőr kell hozzá, nem a... Hide.
Leatherből már pedig van sok. A csontos kellene nekünk amúgy. Miért? A primal wrapping, mert hogy a szarvasbogár, ami lent van, arra kell a blunt resistance, és az ad olyan ellenállást. Ahogy jó fél köszönöm. Úgyhogy azért kellene nekünk az. Blunt. James Blunt. Azaz. De a másik meg Edged. Help Barbie. Na, és amúgy, hogyha itt beszélsz vele, azt mondja, hogy hogyha van-e valesetleg valami, amit itt hallott a környéken, hogy ezt a Rhino Beetle-t kellene megölni. Melyik, látom. És el kell neki hozni majd a szarvát, hogy meg tudja vizsgálni. Essünk neki most így, megpróbáljuk? Ne. Mi? Mert nekem rossz a ruhám még egyelőre. Konkrétan kezdek éhen halni, nincsen nálam heal, tehát hogy én így ész nélkül nem akarok neki ugrani. Így, hát akkor én nem megyek, szedek csontot meg ilyeneket. Meg bört. Hogy jössz te is le? Megyek én is, aha, segítek. Jó, akkor szedjünk. Már lepakoltam pár dolgot, csak... Meg ketten talán nagyobb sikerrel járunk. Most vettem észre, hogy elkezdődött a második rész Minecraft Legends-nek, majd megnézem stream után, megtetszett a játék. Az most streamben volt, de majd valószínűleg össze fogom vágni azt a másfél órás streamet. Ilyen kis videóba, mert... Úgy azért talán könnyebben fogyasztható. Úgyhogy az a terv, hogy azt majd szépen összevágom. Egy ilyen 40 percre kb. Szerintem annyi, ami belőle a tartalmas rész. Hogy tetszik le, de jó vagyok, köszönöm szépen, minden szupi. Voltam kint festegetni, meg ilyenek, nagy idei Picasso vagyok. Ó, te, nézd mi jön utánam! Ó, látom, itt is jó a buli. Hát itt csak egy idei van, egy ilyen... Mi jön utánad? Ó, ott jött a, de meggondolta magát a cincér. Húvány, ebből szedek, mert ebből ad seeds, az meg kell nekünk sok seed. Tudod, a hős cincér meggondolta hős? Magát, mégse akkora hős. De neki van egy külön utcája is, nem? Az még nagyobb hősök lakják, igen. Úgy hallottam én is. Volt belőle a stream, nem kaptam könyv. Értesítést. Hát a YouTube sajnos nagyon nem szeret értesítéseket küldeni. Pont most néztem, hogy a Minecraft Legends is, a sima első videó. És ami 400 ember kapott összesen értesítés. Mondjuk ahhoz képest szerencsére azért úgy jobban kiajánlotta az embereknek, de 400 ember a 300 ezer feliratkozóból az úgy elég rossz arány, hogy annyi kap. Hát, igen. De mindegy, nem is akarom magamat idegesíteni a YouTube marhasságain. Most ez egy ilyen időszak, aztán reméljük majd egyszer kerülök az algoritmus pokolból. Igazából én mindig azon vagyok, hogy akik megnézik, legyen az 50 ember, több ezer, több tízezer, azok élvezzék. Többi meg nem számít. Vigyázzunk a szúnyogokra. Vannak szúnyogok is? Igen. Ah. De ott a pokok környékén, úgyhogy... Jó, akkor... Most egyelőre arra... miatt nem kell aggódni. Arra még nem kell mennünk. Itt szokott lenni egy gyík. A bossnál. Csapusák, a Mizu, mit tudtok róluk? Hiányolom őket. Hát... Rég nem beszéltem már velük, de biztos jól vannak. Valamikor szilveszter után jöttek át hozzánk beszélgetni, meg így kicsit... Aha, szórakozni, de azóta nem nagyon beszéltünk, vagy hát csak így küldözgettünk egymásnak hülyeségeket. De nem tudom, hogy miben változott az életük majd. Én is gondolkoztam azon, hogy jó lenne összehozni valami kis... streamet, vagy ilyesmit, hogy ti is hallhassátok őket. Ott a izé. Most ez engem akar? Miért rád támadt? Hát, fordulj aha, meg. Aha, jó. Aha. Nem, engem akar. Téged? Mhm. Jó van, akkor én akkor te inkább elmenekülsz, mi? Itt a gyík! Húzd rá! Itt van két gyík! Ó, te! Az kemény. Hát ez 20 HP-t sebez amúgy. Ja, és íjjal nem is érdemes lőni, mert kb. Semmit nem sebezel a bosszokra. Az ilyen de távoli. Ötöd. Hát jó, csak hogy... Nem sok értelme van. Jó, de ha közel megyek, akkor meg bánt. Hát most... Igen. Azért kéne nekünk az az armor.
Mert hogy az elég sokat kivéd ebből a bossnak a támadásából. Amin van ilyen blunt resistance. Mondom, direkt most kicsit utána néztem, hogy hogy megy. Mondjuk alig van már élete. Jaj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 
Üssed, már mindjárt meghalok! Hát ez meg is van. Ennyi volt a boss. Itt a szarva. Odaadom, nézd csak. Egy, tessék. Ó, oh, köszönöm. Na, itt izé, hogy beöltözünk nagy izébe, háci felszerelésbe. Hát én úgy akartam. Ez most egy kicsit így... Olyan... Hogy fogalmazzak? Hát de most na. Nem kellett volna beöltözni, biztos lesz olyan, ahova be kell öltözni. Hát jó, de meg a többi bosshoz gyűjtsük össze a cuccokat. Hát gyűjtsük nyilván. Vissza kell vinni egyébként ezt most Skadinak. Nem, kaját nem hoztunk véletlen. Magunkkal. Hát nálam bogyók vannak, de abból tudnánk jobbat csinálni otthon. Itt egy gecko. Tiéd? Hát eléggé levitte már az életemet, úgyhogy... Ó, már tudnánk témelni. De mi kell hozzá? Azt írta, hogy nincsen nálam trét. Lehet, hogy ezért kell neki visszavinni, nem? Skadinak a... Split Horn-t. Menjünk vissza? Ha menjünk már vissza, nézzük meg hát, ha... Hát csak nem sok izét szedtünk, bűrt. Azt kellene most szedni még, nem? Hát azt na, hogy is. Eredetileg azért jöttünk ide amúgy. Tudom. Jó, hát akkor gyűjtögessünk még itt. És nem akarom megenni az összes bogyót, amit összegyűjtöttünk már. Hagyjál már békén, hát. Hagyjál már. Miért? Hagyjál már. Na. De majd azért öljük meg úgyis, hogy nem húzzuk rá előtte egy gekkóra, ha visszaspawnol. Jó van. Én ezt rendes boss harcként is meg akarom csinálni. Jó, szia, hát... Szia, Sophie! Te mentél oda egyébként. Hát remélem, hogy a béka nehezebb lesz, meg a többi boss. Ah, igen, találkoztam a békával is. Mondom, én tényleg direkt így nézegettem különböző ilyen harci technikákat, és akkor ott elmondták, hogy mit, hogy kell majd ennél a bossnál, mondom, felkészülni. Azt... ne. Lementünk, ott lecsaptuk egyből. Hát... De igen, én találkoztam egyszer a békával, képzeld el. Egyszer? Egyszer. Szép. Szép jószág. Értem. Aranyos. Meg vagyok, köszönöm Sophie a kérdést. Kicsit, nagy kicsit fáradtam, de meg vagyok. Milyen nagy nyelvemet? Nem, neked a geckónak. Ja, hát... azt hittem, nekem van nagy nyelvem, mert mondom. Nem, itt a gecko. Milyen volt a találkozó? Nagyon jó volt, nagyon fárasztó volt. De jó volt. Igen, mert ugye akik esetleg nem tudják, ugye most Szolnokon 4 felvonás volt. És 3-at szoktunk maximum tartani. Most ez egy nagyon kivételes eset volt, mert szerintem utoljára, én nem is tudom, mikor voltam Szolnokon, nagyon-nagyon rég. És hatalmas volt az érdeklődés, tehát hetekkel előtte elfogytak a jegyek. Úgyhogy úgy voltunk, hogy akkor legyen még egy negyedik. És ilyen este 9 körül végeztünk? 10:30-ra hát, értünk 9, haza. 9 után, mert amikor ránéztem a telóra, akkor volt 20:46, és még nagyba ment a dedikálás. Uh-huh. Úgyhogy... 9 után bőven. És ugye reggel 8-kor már ott voltunk, tehát hogy így... Elég hosszú nap volt a tegnapi. De egyébként... Jól éreztük magunkat, csak nagyon fáradtak voltunk a végére, ami szerintem látszott is rajtunk. Köszönöm szépen, Sandy. Mennyi bűr van nálad, meg ilyenek, csont? Csont hát és bűr. Nem sok, mert lepakoltam otthon, úgyhogy... De amit most tettél, úgy gondoltam. Nulla. Nulla! Az jó, az nem lesz elég. Kicsit többet kell szedni. Pedig... Igyekeztem, esküszöm, de eddig 0 darab van nálam, mind a kettőből. Nem, mert te ölted meg őket. Én nem.
Én csak itt elkezdtem harcolgatni, aztán úgy voltam vele, hogy cancelled-et. Never mind. Viszont szedtem izét cserébe. Magvakat, hogy legyen szidolja. Az kell sok. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azért nem volt hiába való, hogy lejöttem veled ide a partra, a tengerpartra. Legalábbis remélem, hogy te is így gondolod. Így, abszolút. Itt nem tudunk átmenni, ugye elveszem a vizen itt kell. Nem találkoztam meg a békával. Hát most nem akarok, találkoztam már vele, elég is volt, köszönöm egyenlőre. Nincs még akkora fegyverem, hogy az eddig neki a menjek megint. Hát az szerinted? Aranyos volt. Igen. Ott a nagy tucsok. Ez is ad valamit, nem? Megvered? Ez nem ad semmit. Nem ad semmit? Nem. Ott van mellette bárk. De van egy csomó bárkunk most. Én hoztam vagy 60 darabot. Haza. Jó, aztán az nem sok, de... Lehoztam. Ez mi ez? Ah, szitakütő volt szerintem. Van sztori szál a játéknak? Van, igen. Arról szól a játék, hogy az emberek ugye itt éltek ebben a világban valamikor, viszont teljesen eltűntek erről a földről. És ezek a kis, hát ilyen törpszerű lények vannak, akiknek a királynője megbetegedett, és meg kell keresnünk egy kulcsot, mert hogy egy ládában tartják az ellenszert a betegségére, vagy legalábbis arra, ami meggyógyítaná, az egy ládában hever, de hogy ellopták ezt a kulcsot, és ezt a kulcsot kell megtalálnunk. NPC-ket kell találni, bosszokat legyőzni, és akkor Eho. Majd az vezet tovább a játékom. Jelevi. Nagyon kevés HP-m van, 17 darab. Hogy nőtt ki gaz ebből a kőből? Excuse me! Hogy nőtt ki gaz ebből a kőből? Van ilyen patchem. Nekem is. Azt gondoltam. Ahogy kimondtam, rájöttem, hogy ez egy nagyon furcsa megfogalmazott mondat volt. Hát sok HP-m nincs. Van izém, patchem, ha kell még, mindig továbbra is fel tudom neked ajánlani. Jó, a patched. Kell? Kell. Ott van, kidobtam a patchem. Köszönöm a patched. Az mind az én patchem. Az rengeteg patched van. Tekerd a kezedre a patchem. Vissza is adom a patchedet. Hogy dobom el a patched? Ott a patched. Köszönöm szépen. Én köszönöm a patched. Itt van még egy gecko. Jujjuj. Kilövöm a szemét. Szegény. Megérdemelte. Hát aranyos, csak kell belőle a bűr meg a csont. Leidni. Fied is. Á, itt a Herptie Hide, oké. És akkor ebből mennyit kell gyűjteni? Hát akkor... Hidegbe vagy sokat, ott van még egy gecko. Meg még egy. Kell sok. Ilyen, ahogy néztem, ilyen négy bőr kell per cucc. Az jó. Szia, Peti. Szia, cságyíkok, én beléptem. Nem semmi. Hát van még itt bark, de... Szedjek? Kell nekünk? Max építkezéshez kell, nem? Ja, ahhoz viszont rengeteg kell, és szeretném bővíteni a házat. Jó. Öreg hó van, előbb itt volt. Cseten. Rossz cseten, de láttam. Valakinek a csetjén biztosan. Igen. Állítólag van a játékban egy fegyver. Nem tudom, hogy te már jártál ilyen csatornánál. Nem tudok róla. Valahol van egy csatorna a pályán. Ilyen csatorna rendszer, és ott lehet találni egy nem kraftolható fegyvert.
Nem. nem tudok róla. Na majd akkor megnézzük. Köszönöm szépen is, már. Ha arra járunk. Nem tudok ilyenről, nem is hallottam, hogy... Jó, van, csak mondom, hátha. Hú, kellene a patch. Ed. Megint? Megint. Aj, hát ennyit nem... Már adtam neked egy csomó patchet. Hát de visszaadta, egyet használtam el csak. Hát de az mind úgy adtam, hogy azt használt föl, te... Hát akkor nem adom vissza. Ne add vissza, van még nálam 10 darab. Jó. Követni kell a csatornát és benyomni a csengőt, úgy. Annyi. És akkor megkapod a Lego kardot. Bár azt hiszem nem kard, de megkapod. az fiad ott... Mit? Sőt, képzeld el, nem is láttam, hogy nyomogatod a F-et, hogyha hosszan nyomod, akkor begyűjt mindent. Hát nem baj. Én nyomogatom inkább. Hát jó, csak mondom. Felmegyek oda a jobbágyhoz. Megyek én is! Vigyázz, mert jön a paloska. Ó, de jó. Hú, ez így igen. Nem jó. Azt mondja a karakteret, Figyelj, ide jössz és F, és így mindent beszedett. Nem. Nem? Kalipózik az öreg megint. Buc? Buc, ez az öreg. A múltkor is oda volt kalipózni. Nem volt itt, tehát aztán kitaláltuk, hogy biztos kalipózni van. Szegény. Olyan gonoszak vagytok vele, kezdem sajnálni. Gyere ma le onnan. Na nézzük meg, mit mond a kis Skadi. Most minden bogarat leverünk? Ott nem, van egy darázs. Csak itt kell elmenni, igen. Az viszont nem barát. Hát ez se nagyon. A darazsat is meg tudjuk verni amúgy, várjál. Igen? Benyomok egy patch-t, persze. Akkor én is benyomok van, egy patch-et. Nem hozza a haverjait, akkor sima liba. Libusimus akkor. És mit dob egyébként a darázs? A fullánkját. És az ki jó valamire? Ha valami, ez biztos. Ja, gondolom a darthoz az kell. Támad a kis popójával. Annyi. Megcsípod, de már nem látszik. Látom, büdös vagy. Így kell változtatod, de már elmúlt. Hát meg kicsit megcsikál, de már nem látszik. Egy tenni. Szegény csótány, hogy lehet ekkora antennákkal létezni, biztos fogja a Kossuth rádiót is, de a mi karaktereink is. Tehát Imu már elrejtette a kis izéjét, antennáját, de van neki is. Igen. Hát zavart a Petőfi rádió. Igen. Csak azt fogta. Ilyet? Na, hol vagyunk? Itt akkor felmegyünk. Ott nem megyünk fel, kerülünk. Aha. Szerintem jöjjünk erre. Jó. Támogatom az ötletet. Valahogy én sem akarok ott arra fele megindulni. Itt van a Poppy Playtime. Mondom. Ezekkel tudsz játszani. Igen? Igen. Mit? Hát én nem tudom. Valamit biztos. Hát mondom. De dinka vagy. Várjál csak. Várok. Pont ráérek. Pedig itt hagysz. Meg akarom próbálni ezt. Jó, de addig engem... Engem itt meg. Bántanak, most már nem bánom. Segítsek? Vagy már... Nem, 7 HP-n van, nem kell segíteni. Ja, én nem tudtam. Tényleg. Hogy a izéhős utcai cincérek ennyire kemények. De, ilyen házfoglalós játszanak aztán. Mondtam. Eldőlt? Igen. A gyász, meg a szenvedés volt oda magát. Hát már nem sok HP-ja volt, csak nekem se. Imu antennának hívja? Hát a fején az van, nem? Eó.
Na, hol van ez a izé? Itt mizé? Egyenesen. Skadi. Balra elfutunk, és Skadi. Skadi. De figyelj, Bogi, ez amúgy hasonlít a Grandidra, nem? És kell még a patch-en, vagy már nem? Most nem kell a patch, Ed. Most a kardot kell. Na. Meg kell méz, mert abból tudunk csinálni izét, kötést. Az van egy csomó otthon. Nézd már, hát a fejlés. A haverkája. Pedig ezek nem is egy bolyból valók, vagy mi? Nem, egy girlből valók. Ja, hát azok a izék nem tetszenek, viszont... Tudok készíteni? Torcsot tudok, jó. Kezd sötétlen. Mögrendeddel fogtok valamikor játszani, vagy nem? Szerintem nem. Mivel? Nem tudom. Grounded-dal. Játszanék vele szívesen. Ha majd úgy van esetleg. Nem akkor tudom, hogy jönne majd még hozzá frissítés, mert nyilván akkor lenne értelme. De még ezt se játszottuk ki, vagy játszottunk. Hát még ezt se. Sokat. Most hol lett a fákja, amit készítettem? Olyan furcsán néz ki ez a torcs. Te meg közben már eltűntél. Ne itt ugrálok csak. A Skadi ehhez mit szól? Látsz, hogy itt vannak a bánatok. Szia Norbi! Sziasztok skacok, szia Zoli! Egy picit Grandit-szerű amúgy, de nem rossz. De hasonlít rá, nem? Csak egy picit. Valami rossz hangot hallok. Igen, ott a világító szemű bánatok repkednek. De nem utánunk, ugye? Nem, de úgyis nem. De itt van Máskadi. Itt van. Én hamarabb odaérek hozzá. Norbi. Mert te csalol. Nem. De nálam meg van a alapanyag hozzá. Ha! De van nálad ennyi? Mindjárt megnézem. Szia Marian! Szia Anna, sziasztok! Hogy vagyunk? De mi meg most vagyunk, köszi! Nekem most megint egy ideje, le kell ütnem a Bitly Juice, mert most nálad van a szarva, vagy mi? You've done it! Felismerem ezt a szarvat, ez a szarvas bogár régen a mocsarakban járkált. Nem tudom viszont, hogy hogyan talált le a tengerpartra. Megtámadott egyből. Találjuk meg Lissandrát, lehet, hogy tudna nekünk segíteni, mert hogy ő a mocsári lényeknek a szakértője. Illetve megtanultuk a Gecko Treat-et. Kérlek, fogad el ezt a receptet tőlem, hálám jeléül, itt ez a Gecko Treat, nagyon-nagyon hasznos lehet arra, hogy lenyugtasd a gekkókat a parton, hogyha már van egy ilyened, akkor pedig hűséges állatkád lesz. Jó. Megtanultam a Gecko Treat-et. Kell nekünk 10 darab csont. Igen. 16 darab Insect Fur. És Burble, vagy hát Hide-ból pedig itt van 4, 8... 18, az rengeteg. Nálam van 1 darab csont, 1 darab Hide. Azt mind bedobom. Sziasztok, hát köszönjük szépen. Ez kell bőven farmolni, és csak egy szett. Mi? Azt hittem, hogy már összeadogattad. Nem, ez csak egy szett. Az úgy erős. Igen, én lehet megcsinálom a másikat, akkor a kitint. Mindjárt megnézem, hogy ahhoz mi kell. Hát gondolom az egyik ehhez lesz jó, a másik ahhoz. Megvárjalak vissza a hazában? Igen, várj pillanat, csak... Crafting azt mondja, hogy kitin helmetem van. Ehhez kell Insect Fur, ugyanúgy Hairtie Leather, meg kitin. Ehhez kitin kell egy csomó. Kitinből van egy csomunk. Jó. De elkészíthetjük azt is, hogyha szerinted az jobb. Vagy olcsóbb. Azt nem tudom, hogy... Igen. Van-e értelme? Miben jobb? Majd meg nem kell tudom, hogy olcsóbb, mert az egyikhez kitin kell, viszont a Hairtie Leather kell, amit ugye a Hide-ból tudsz gyúrni. Tehát, hogy... Érted? Ja. Ja, csak átalakítottál egy csomót már.
Igen. Az azért lenne úgymond olcsóbb, abba az irányba kéne majd menni. Igen, de jobbra fel ott van az Luffy. Tényleg ott a Luffy? Na. Luffy. Kezdjük Poppy Playtime itni. Én meg az meg valami csúnyosság. Ez pók vagy hangja, vagy mi akar ez lenni? Hangyás. Icaka a hangja. Icaka? Icaka a hangja. Kíváncsi vagyok, hogy felszed el azt a kis gyantát, jó? Elszedem, mert valamihez kellett. A fákjához. De nem az kell nekem. Nem kell neked fákja? Na, én megkövetlek. Mi? Rossz nem helyre tudom. Jöttem? Nem, erre kell jönni, csak balra ugráltál. Te át lehet ugrani? Jaj. Itt merre? Ha-ha. Ja, itt a nagy fa. De azért megnézted, hogy... Ja, Alexandra! Siessé, mert megy a Luffy! Csak nem indítod el nélkülem a Luffyt. De. Let's go. Milyen bűvös ez a fák, és sose alszik ki. Eltörik egy ide után. Használódik, úgyhogy az annyira nem igaz, hogy sose alszik ki. Itt láthatod, hogy már nem sokat bír. De tény, ilyenkor hogy mondjuk ilyenkor kialudhatna. Nem? Ilyenkor nem. Innen le tudsz ugrani, ha szeretnél. Nem, nem szeretnék. Mi volt ez? Tüszi? Kuc-kuc. Kuc-kuc volt? Uh-huh. Na. Na. Azt mondja, hogy megcsináljuk. Gecko treat. Kell hozzá Anthead, Behead, Petal és Seed Oil. Hangyafej kell, méhecskefej, petál meg mag, olaj. Petál. Na! Helye, mi ez? Healing patch kell nekem. Heu Gábor? Szidójot kellene készíteni. Nem ismerem azt, vagy nem tudom mi az. Hol lehetett szidóját csinálni? Itt a Stone Cutterbe? Ott, igen. Miért a Stone Cutterbe kell amúgy az olajat elkészíteni? Igen. Ennek nem látom értelmét. Te gizserigó. Szia gizserigó. Tudunk lisztet csinálni. Csináltam liszt. És ez mi jó nekünk? Gondolom majd ebből lehet izét. Na itt van a leatherből csinál hide-ot. Most mi kellett nekünk? Hogyha én a kitines cuccost akarom megcsinálni? Hát igen. Ezeket föl kellett volna írogatni. Én ezért akarok most készíteni. Ládát még, hogy ide le tudjunk pakolászni. Mindjárt megnézem, hogy az mi kellett. Garlic leaf, meg refined wood. Ezeket lepakoltam, mert tudja, hogy hoztam magammal. Garlic leaf van itt egy csomó. Helyen viszek kitint. Aha, akkor ide lepakolgattam őket. Garlic leafet mondtam meg. Insect fear is kell sok. Mi volt a másik, amit mondtam, hogy kell, hogy legyen nálam? Petál? Garlic leaf meg... Ja, refined wood. Refined wood. Tudtam én csak. Megnéztem, hogy figyelsz-e. Adni. Mit? Magot. Megvan minden itt most. Jó van. Bogarakra, köszönöm szépen, kisigó. Szép nagy lett a házatok. Ezt Timu építette, úgyhogy... Köszönöm. Övé az érdem. Hova rakhatok még ládákat? Köszönöm szépen, Gizsirigó. Szávasz, öreg! Meg volt a kalippó? Hát ide sorban még mehet egyébként élet. Ide elé is mehet. Így jó, mondjuk. Úgy nem jó. Hát miért teszed középre? Hát nem.
nem középre. Ne tedd már oda, hát tedd ki ide a szélére, ide is fér még egy. Hát de itt akkor végig tudsz futni, ide is és akkor mind a két oldalt ott vannak. Istenem, ide jön a Smile rontja. Szerintem ez költözöl. Tök jó ez így. Költözöl, csak mondom. Tök jó ez így. Milyen kalippúrek, hát tudod te. Na. Na nézzünk, milyen szép ládákat raktam ide. Szép. Állandóan csak problémád van ezekkel a dolgokkal, hát, amiket csinálom. Oda a szélére kellett volna kirakni. Hát most, hogy néz ez itt ki? Tök jó. Hát ugye, hogy jó. Nagyon finom, nagyon jó. Erősítsetek meg, hogy jó. Éle jön, azt elrontja már. Nézd na, majd meg legközelebb te csinálod. Hát én csináltam, igen. Majd legközelebb még jobban te csinálod. Azt akartam mondani. Ezeket visszapakolásszuk. A másik bázison vajon van még ilyen bűr? Szerintem a bőröket elhoztam, de például a Gecko Treethez méhecske fej az biztos, hogy van ott. És azt nem hoztam el. Meg nektár is van ott, haza egy csomó minden. Hát ott onnan még lehetne elhozni dolgokat, ott még vannak bőven alapanyagok. Menjek veled? Hát én most megnéztem volna az armort, mert kitim van nálam, insect fear van nálam, meg van leather, meg hide is, csak most nem tudom, hogy melyikből kell nekem, meg mennyi. Mert akkor hát én megcsinálom a kitinás neked, meg ott van egy csomó, ott van 34 darab csont, tehát abból már nem kell több. Ezt az izét, bőrt kellene megnézni otthon, meg a insect fear-t. Jó helyen vannak azok a ládák. Hát mondom én. Jól van. Ki volt ez? Kung fu? Hát, na. Nem úgy szerintem tényleg logikusabb így, hogy végigszaladsz, és akkor jobbra is, meg balra is vannak ládák. Nem. Hát az árgba is mindig így csináltuk. Kicsit halkabb vagyok, mint Andi, nem rosszból. Ne, hát nem baj az. Igen? Ha mondjuk, hogyha felkiáltasz. Hát meg kiabál mindig, látod? Nem bír magával. Én kiabálok. Én hát mert én. Dehogy nem. Dehogy, megint ez a gyászesű. Na menjünk haza akkor, másik haza. Jó, csak a bárkot lepakolom, mert azért az nagyobb érték. Bár mondjuk már van belőle sok itthon, de melyikbe tartjuk a bárkot? Nem lehet ezeket valahogy feliratozni, vagy táblázni, vagy valami, hogy tudjuk, hogy mi van? Nem, ott van a kis csöves láda mellett egyből. Kis csöves láda, hát látod, tudod te. Mit? Hogy mi hol van, tudom, mert én pakoltam. Az én mondom. Take me down. Country road. Na jó, megyek veled. Na jó, indulunk. Ugye nem három. Itt vagyok! Kaja is egyébként mondom, van egy csomó, amit elkészítettem. Otthon még az egyik láda tele van kajával. Úgyhogy azt csak el kéne hozni. De hát így is most van nálam egy csomó olyan dolog, amit amúgy lerakhattam volna még. Merre vagy most? Megyek haza. Ja, abba az irányba indultál meg. Nem csak így izé, forgatom a karakteremet, nézem, hogy merre vagy, és nem láttam a világításod. Hát már... Me? Várj, már most hogy vagyok arccal? Erre. És emlékszem még, hogy hol van a házunk? Hogyne? Itt van a fa. Várjál, itt akkor nem is kell nekünk igazából a fa, mert hogyha mellette elmegyünk... Mi gyász, követ téged valami? Látom, a gyász követ engem, meg a szenvedés. Engem is követ egy. És akkor tényleg nem teszetted le a tetejét annak a háznak? No, majd nem, hát mi szedtem volna le? Nem tudom, azt hittem, hogy véletlen elbontottad, vagy valami ilyesmi. Ja, Gyófi! Nem. Sziasztok! Kicsit hetszeg animéből ismerem. Én nem. Nem. Én nem. Ha.
Hát a bagolyügyi bizony. De itt komoly mítosza van ezeknek a izéknek. Mindenki a szent állatként tekint a bagolyra. Meg ilyeneket mondasz. Beleszagolnék a szent állatba. Na, várunk sok szeretettel majd Békés Csabán, hogyha jössz. Ú, nézd itt mennyien izé van, ezeket csak össze kéne gyűjtögetni, csak... Hogy jó. Igen, csak közben itt vannak a méhecskék is természetesen. Ezek lehet, hogy már utánam jönnek. Igen, au! Ú, és ezek így mérgeznek is? Igen. Az úgy remek. Megcsináltad a hidat? Ezt mondtam neked, igen. Hát az oké, hogy... De nem tudtam, hogy ilyen szép hidat csináltál. Hát látod, látod. Remélem nem tudják szétszedni. Látod, látod. Sok sikert az érettségihez. Köszönöm, hogy itt voltál. Milyen szorgalmasak a fiatalok, már most tanulnak az érettségire. Hát, tiszta gáz. Tiszta gáz. Vasárnap ráadásul tanulni. Jó, hát agyam is. Eldobom, hihetetlen. Én amúgy nem is tudom, szerintem mindjárt. Már csak az érettségi szünetbe kezdtem el tanulni rá, tudod, a szóbelire. Már az izével úgy voltam, hogy arra úgyse nagyon lehet felkészülni az írásbeli, mi lesz. Maxa töri meg ezek, de... Júj! Sebzem a házunkat véletlenül. Támadják a házat a hangyák! Nem, milyen tető tűnt el itt? Itt, ha feljössz. Ah, látom. Nincs tetünk. Az eltűnt. Jó. Nem, de nem én voltam. Eskü. Azt hittem. Lehet valami bogár nem. Jött, azt rátámadott, ugyanúgy, mint most a hangyák. Egy darab méhecske. Várjál, nem. Beehead, három darab van abból. Abból akkor már, ha minden igaz, tudunk készíteni ízét. Treated, gecko Insect fjúr. Most viszel mindent? Vagy most mit viszel? Hát mit most nem? Viszek kb. Mindent, ja. Amit tudok. Telepakolom az inventorit. De akkor le kell bontani a izét. Mit? Ne bonts le, mert ez jó ez, hogyha itt van. Jó ez, hogyha itt van, mert ha kell bármire izé, itt crafting állomás, ilyesmi, akkor nem baj, hogyha ezek itt vannak. Hát jó. Itt vannak lent a kaják. Ebbe voltak még értékes? Már nincs benne semmi értékes. Abba is armor van. Üres. Szia, Benny Halihó! Érettségi hét előtt két nappal ránéztem, hogy mi a téma, mi mondom feliről, nem is hallottam, akkor nevermind. Igen, akkor már, na. Hát mindjárt május mikor készüljenek, már most késő elkezdeni. Téged is szakásnak csúfolnak, igaz-e? Hát... Nem tudom. Tükörtonyást tudok csinálni. Na, ott tudsz annál sokkal komplexebb, finomabb ételeket. De úgyis, tükörtonyást meg bundás kenyér. Na. Na, én megindultam közben. Megyek utánad, mert féltelek, az az igazság, nagyon féltelek. Az nem semmi. Hello, Penny. Vagy vihar is tönkre tehette a tetőt, az is igaz. Én meg a hidat milyen szép lett. Megyek. Én meg. Most, hogy nem üldöznek és csak átrohanunk rajta. Hát... Igen. Nagyon. Csecse. Ugye? Ike. Ügyes vagy. Ugye? Egész élhető. Hát olyan szendvicset tudok, hogy két szelet kenyér közé egy harmadikat. Olyat tudok. Nem, egyébként tényleg nagyon finom ételeket csinálni, úgy csak most itt izé. Meg is zsíros kenyeret tudok. Igen, hagymával? Vagy az már túl extrém? Á, hagymát nem. Csak a kenyér. Nevermind, rájöttem, hogy nincsenek itt a papírok. Hát... Látod, megmondtuk mi.
egyszer nem találom el ezt a bogarat, mindig arrébb sétált, arrébb sasszézott. Jó volt a Viritali, na örülök, hogyha jól érezted magad. Ott van már Luffing. Ott van, látom. Jó, messze. Dehogy is. És erre gyorsabb vagy biztonságosabb az út? Igen. Hát méhecskék lesznek, úgyhogy majd futni kell. A staminával tartalékolj. Van ilyen stamina potim, ne viccelj. Képzeld el, nekem is szakás a szakmám. Egy tibi. Aha. Így kell. Na feljöttem én is. Eljött, még kerülni kell egy picit. Aha. Igen, ahogy megláttam ott a méhecskéket, annyira nem akartam nekilódulni annak az iránynak. Illyet. Illyet. Nem fognak nekünk jönni? Bízunk benne, hogy nem. Mondjuk amikor a fel vagy, már csak nem. Mi? Támadnak téged? Nem. Akkor miért mondtad így? Hát csak úgy. Rám hozod a frászt. Hát csak úgy. Dolgozzál. Az nem semmi. Hidegbe fagy ma. Igen. Ha-ha-ha. Mehetünk. Aki az a tanár, aki az egész éves anyagból írt 10-ét, az 10 per mennyire bánat? 11 legalább. Nekem kell itt beszélni a csávokával? Igi. Let's go! Mekkora kardod van? Hát, amekkora neked. És ki is látsz egyébként ott? Azt nézem, hogy az a maszk, az nincs nyílás a szemednek. De, kilátok. Tényleg? Nem nincs nyílás a szemednek. De mondom. Gyere ide! Hadd nézelek már meg, állj már meg egy pillanatra! Na nézd meg. Nem látsz ki. De. Tiszta vaksi vagy. Szóval hogy kellett azt a gecko treatet-e? Á, el is tudom készíteni, megcsináljam? Igen. Csinálunk egy geckót? Mármint egy... érted? Igen. Na. Meg tudunk egyet szelídíteni, ha gondolod. Jó. Lepakolok. Meg magamhoz veszem, ami kell. De dobáltam le ezeket, igen. Én is igen. Le akarok pakolni, de... nem tudom, hova rakjam ezeket a dolgokat, amiket most hoztam. Hát ide. A helyére. Mert ezeknek pont van helye, amúgy. Jó, ez... ja, fákjám volt, jó. Úgy, de megijedtem, már megint. A fákjámtól? Igi. De úgy nagyon tudsz szólni. A liszt az direkt van itt ebbe a ládába, vajon? Vagy csak mert úgy? Csak letettem. Jó, mert most próbálok valami kis rendszert vinni bele, de... eddig nem sok sikerrel járok. Hát akkor... de ahogy látom, már itt is van bogárláptól elkezdve minden. Gyűlik a sok bogárláb. Jó, Heptile Hide az van nálam. Meg a csontok kéne, hogy nálam legyenek, ugye? Meg izé, Insect Cure. Az nálam van valamennyi. De itt még van lepakolva valahova? Szerintem nincs, ha most nem hoztál a régi... házbó. Hát nem. Hiszem. Akkor nincs. Take me down. Can't be lift. Most hova mentél? Megyek le a, megnézni a... heó! A skudát. Vagy ki ennek a neve. Skadi. Az. Hát szegény Skadit már nevét is feleded. Igen.
Viszont meg kell ölni majd megint azt a gyász, mert én nem adtam oda neki. Nem? Én nem, mert nálad volt. Hát akkor... Menjünk le. Leadjál meg ott a hidegbe fagyba. Nem, menjünk akkor le. Öljük meg. És témáljunk be egy geckót, mit szólsz hozzá? Na. Kicsik a ládák. Hát jelenleg ez a legnagyobb, amit le tudunk craftolni. Ott vársz a liftem már mióta? Igen. Bocsi. Bocsánat. Miért megyek itt a liften úgy, mint aki becsukizott? Nem tudom, így nagyon lassan mennek. Én inkább nem is sétálok, mert nagyon hülyén. Jajaj. Az fájdalmas lenni. Le lehet esni. Okoskodi. Nem, mert várjál meg. Küld fel a liftet. Hogy? Menjek én is? Hova? Fölmegyek a liftre. Hát nem mondtam el neki, úgyhogy... Mit? Semmit. Mit? Mit nem mondtál el? Semmit nem mondtam el. Semmit sem. Mehetünk is le. Akkor gyere, állj be! Na itt vagyok. Ugye most itt vagy? De miért állsz ott a szélén? Direkt csinálod szerintem ezt. Én nem. Dehogy megyünk, nem. Megyünk Scooby-Doo-hoz. Ez Kadi. Hát. Hogy lett belőle Scooby? Hát, igen. Olyan dinka nem bírok leszállni. Nem már, besorultam ide. Tészta, az mindig jó. Hát meg is nem érdemled. Bírok. Na. Hehehe. Mi ma kárbonárát ettünk, ki úgy csinált finom kárbonárát. Ha nem semmi, az se semmi, nem semmi. Nem semmi, az se semmi, az biztos. Azt itt vajos kenyerezel meg ilyenek. Zsíros. Zsíros. Vajos kenyeret nem tudok. Ja. Akkor lesz a vizsgám majd hétfőn. Ja, és készültél rá? Persze. Ma hétfőn. Skadi, budi du. Skadi du, hát. Skadi budi. Kapi, skadi budi du. Where are you? Ráncsuk le a leplet. Még hogy felmászok a fára, mi van ezzel? Oda néz. Hát nem semmi. Csillával milyen a kapcsolatunk? Én nem találkoztam vele és nem is szeretnék. Vagy hát ő nem szeretné, hogy találkozzunk. Az nem semmi. A Pippin helmetem van, akkor csinálok egy ilyet, ilyet, meg egy ilyet. Jó, én megvan, adjak valamit? Hát insect fur kellene, meg herptie hide kellene, meg ilyenek. Na. Tessék, eldobtam. Ó, de ki vagyok pattintva, oda néz, mint egy majom, úgy nézek ki. Nem vagy semmi. Hát herptie hide-ot kellene még gyűjtenünk. 5 darabot. De azt tudsz craftolni az izéből, a sima... Vagy mi? Hogy van? A leatherből tudsz hide-ot? A hide-ból tudok leathert. És kell még 5 darab hide? Igen. Ja, akkor nem megyünk, meg akkor megnézzük a geckót is. Jó. Meg akkor azt a gyászt is nyakon vágjuk. De nézd meg, milyen szép vagyok. Hol vagy? Háj. Nagyon szép, hogy én nézd még, milyen szép leszek. Mencibb. Én milyen igen. Szép leszek. Hát sokkal mencibb, mint ennyi mély. Már még a kezemre, meg a lábamra kell. Ajá. Nincsen izém. Aróm, de van. 10. Miért majd csinálnom kell? Iliad? Miért akarod bántani, szegény? Szegény! Dir! Na látod? Itt le lehet menni? Itt látok, persze. Én annyira félek. Mitől? Hát, tudod te nagyon jól. Jaj!
Nem akarok meghalni. Ja, majom, mi múgy, Andi? Hát... Nem kérdés. Mi? 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 Mondom, mindjárt lent vagyunk. Ja, hogy ezt mondtad. Ez igen. Volt a kérdés. Ez volt, hogy hol vagyunk. Mondom, mindjárt lent. Ott te hidegbe vagy be. Értem. Akkor most a geckót be tudjuk már témelni? Igen. És egy olyan cuccos csináltál hozzá? Igen, úgyhogy nem kéne. Szerintem először csapjuk le a boss-t, mielőtt neki támad a gekkó is, meghal. És elveszítjük a témált geckónkat. Hát akkor... Nem akarod a boss-t megölni? De. Hát jó, csak... Rossz felemész, azért kérdezem. De geckót is kell ölni. Jó. És van most gekkó? Itt van-e? Akkor addig ne témeljük be, amíg nem öljük meg de a boss-t. De témeljük be. Aztán majd témelünk másikat. De nem lesz alapanyag a másikhoz. Ó, akkor ne. Ezért mondom. Ó, a kardom mindjárt eltörik. Na. Jól megindultunk boss-tölni. Majd csákánnyal üszöm. Az jó lesz. Jatti a múltkor azt mondta, hogy azzal kell. Úgyhogy azzal fogok. Mit szólsz azt hozzá? Azt a mindenét. Pi-p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 i. Mi történt? Nyolc értesítés. Hát tökéletes hét meg ilyenek. Ez... Ja? Ez... Tudod most mit csinálni? Hosszú párkapcsolat ritka. Az, hogy mindig nekem van igazam. Igen. Ez. Látod? Mondom. Látod, látod. Fákját akarok csinálni, csak nincs sem elég fa. Van ilyenkor meg úgy nehéz. Még mindig nincs sem elég fa. Még egy darab fa kell lesz. Olyan petál, ott itt a gecko. Látom, köszönöm. Én mindjárt eltörik az utcom. Hertel, helyből van de, egy darab. Nézd már azt a... De furcsán volt a fődbe a gecko. Nincs darab egy darab fa? Nálad ott. Várjál, ott van a parton, felszedem. Itt van. Hát de... Így egyszerűbb volt. És akkor neked se kell kidobálni. Ó, te! Eltörött a kardom. De ez miért törik el ilyen könnyen? Igen. Csontból nagyon sokat dobott, de... Itt van ez egy bűr meg a... Hertai Hyde 4 darab. Mennyit mondtam, mennyi kell? 5. És csak az kellett? Nem tudom. Hát csontból van még 34, úgyhogy biztos akkor az nem. Na. Foltos szalamandra amúgy nem védett? De, lehet. De ha ránk támad, akkor muszáj. Íte. Na is, te akartad így ütni. Én akartam így ütni, csak nincsen kardom. Az mondjuk úgy... Úristen. Igen, tud ilyet. Mindjárt megvan. Megvan. Annyi. Easy. Gekko nélkül is easy! És droppolta? Na. Droppolta. Kell még akkor nekünk egy darab gekkót megölni, meg egyet betémelni. Igen. Így van. Na. Szia Marian, köszi, hogy itt voltál. Ha nem is beszélgetni, és olyan is kérdezni azt, hogy kinek van igaz, akkor mondja azt, hogy immunak. Így van. Lehet majd film fog rád nézni, de mondd meg neki. Itt lesz gecko, érzem a szagát. Igen? Itt milyen majd szaga a másik van a geckónak? Hát ilyen gecko szagú. Itt nézd csak ott látod, hogy ott nem látok? Hát az nem az, az egy csótány.
Mondom, látod, hogy ott nem látok? Azt látom, hogy te ott nem látsz, mert én se látok. De itt lesz. Itt bent parkol majd a gecko? Nem, itt lézé, tucsok. Szokott lenni, aki most elbújt. Miért pörgött az a bogár? De itt valahol szokott itt parkolni egy gecko. Itt szokott lenni, de még nem... Még nem parkolt vissza. Lehet valamire reagrózott, nem? Nem, te. Itt az izé van, szitakötő, nézd ott fönt. Hol? Csoro? Á, sehol, sehol, hagyjuk. Igen. Ott a gecko. Egyel arrébb, ahol a bárkok vannak, ott szokott parkolni a gecko. Egyel odébb. Na, akkor elmehetek, meg van most minden. Igen, nem, még egyet kell tímelni. Ja, tényleg. Itt. De akkor csak felégűs le az életét. Jó, majd ahogy lehet tímelni, majd te jössz. Te vagy. Várjál. Miért nem adja be? Itt van. Azt a mindenit. Jó nagy gyíkod van. Hát na. Mit tud csinálni egyik? Ott egy másik. Hát csak kéne hozzá méhecske fej, hogy tudjunk még csinálni. Hát de volt otthon három, miért nem csináltál? Mert kettő darab kell a recepthez. Oh, na nézze, ki tudom én ezt próbálni? Rá tudsz ülni egy gyíkomra? Nem. Hűte. Hát akkor... Nyilván nekem nincsen gyíkom, nyilván! Lesz majd neked is gyíkod, ne aggódj! Nyilván! Egyszer lesz neked is gyíkod. Jó van. Bár amúgy nem tudom, hogy mit tud ez a gyík. Nem tudsz rá így felülni, hogyha rajta ülök? Nem bír el két embert? Amúgy valahogy el lehet nevezni ezeket, de nem tudom, hogy hogy. Felrugom a gyíkodat így. Ne bántsd a gyíkom! Dehogy nem, a gyászus gyík. Nézzük, milyen édes! Na, a gyász megeszi. Gordon gecko, szia Gitta! Fel tudom úgy menni legalább a falon, vagy valamit tud csinálni? Ó! Ó! Ezt figyeld! Hát mondjuk ennyire tud csak, de... Hát amúgy elég gyász ez a gyík. Annyira nem OP. Csak cuki. Úgyhogy majd szerintem felviszem, azt leparkoljuk otthon. Köszi Gitta. Vagy lehet, hogy tud úszni a gyík? Nem kéne megpróbálni mi? De. Próbáld ki. Nem. Nem. Mi lesz a neve a gyíknak? Gyász, gyászos gyík. De most miért? Most mi bajod van a gyíkkal? Hát hogy nem a enyém. Na majd lesz neked is. Persze. Amúgy azért lassabb vagyok nekem ezzel a gyíkkal, mint gyalog. De én szívesen odaadnám amúgy a gyíkomat. Nem kell. Tuti? Help, Marian. Help. Kend a hajadra a gyíkodat. Nem tudok vele támadni. A... Igen. Nem, semmi. Nem lehet támadni vele, azért mondom, hogy ilyen kicsit haszontalannak érzem. Nem mászik fel úgy a falon se. Mint ahogy egy gyíknak kéne. Vagy legalábbis amennyire én várnám egy gyíktól, hogy felmásszon a falon. Elmentek a farkaspók, az egyetlen olyan mount, ami majd tud támadni is. Azt is tudok mutatni, neked itt van, nem messze.
Farkaspókot? Hát csak ahhoz is le kell győzni valamelyik poszt. Aztán van egy pókusz. Ja, az jó. Itt fel se tud menni egyik, hallod? De ha ölünk méhecskét, akkor... Na jó, leszállok róla. Követ engem? Gecko treat. Ezt még mindig nem tudjuk kiszabadítani innen? Nem tudom. A tucskot. Ha valahogy akkor csak lehet. Most kivel kell beszélnünk? Hova kell menni? Mindjárt mondom. Oda a pókhoz, Lissandrához, a pókasszonyhoz. Akkor oda. Az jó, kemény lesz. Terület? Jó lesz, jó lesz. Ja, hogy ebbe a ruhába lassabb vagyok. Craftold le az armorod. Már megvan. Fullosra szedtem. Az nem semmi. A nudi. Fullos a set, megvan a gyík. Jó, de olyan területre kell mennünk, ahol én még nem is jártam ott Lissandránál. Hát. De akkor ha ott pókok vannak, akkor az ott nem... A szép terület. Nem hangzik lesz. Jónak, igen. Jobban vagyok-e? Hát... Most már úgy egészen, igen. Inkább csak fáradt vagyok most. Az lehet látszódik, de... Annyi. Majd remélem nem fognak rátámadni egy gyíkra ezek a bánatméhek. Gyere gyíkom! Itt nem lehet azt mondod, összetökötőt akarsz. Tehát azt is, tehát geckót is. Amikor elsőnek megláttam a geckót, egyből mondtam, hogy nekem ilyen kell, azt nézd meg mi lett. Látod? Hát te mondtad, semmi. Hogy én témáljam. Hát nem, nálad volt a izé, cucc. A treat. De mondom, lecsapunk két izét, darazsat vagy méhecskét, és akkor tudunk neked is csinálni. Csak az az alapanyag volt, úgymond kevés. Nekem nem kell, majd nekem lesz pókom. Megy hát a lift, az... beszállás! Azt 3, 2, 1, na szia! Utánam fog vajon teleportálni egyik? Itt megeszi a gyász lent a gyíkot. Ne már! Meg a paukok, meg a hangyák, megezik. Most miért vagy ilyen a gyíkommal? Irigykedsz a gyíkomra, ez a helyzet. Nem, kedd a hajadra a gyíkodnak. Irigy vagy a gyíkomra. Itt az én gyíkomat is. Majd amit betémelnék. Szép a házam? Az enyém házam, szép? Szép, de a gyíkom nem jött. Hogy hozom én ide föl? Ó, te... Azt mondod, Józsi, tengeri malacot már rég hallottunk? Nem már. Fél? Ne, ugye nem. Nekem most nagyon nincs ahhoz hangulatom. Úgyhogy remélem, ez csak ilyen kis vicc. Te vagy már vicc. Tessék! Mi kell nekem? Resin meg Flint. Azért most össze-vissz fog pakolni a ládákba ezért hát a beszólásért. Majd te rendet is teszel akkor. Ezért a beszólásért mindegy, mert így is összevisz. Már ide jöttél, azt már elrontasz mindent itt ezekkel a ládákkal, úgyhogy már teljesen mindegy. Kikirítségbe szenved, szerintem is lesz valamikor borzón. Lesz majd, csak most az új seasonnel voltak problémák. A kedv is elment az új szezonnál. Igen, az új szezonnál voltak problémák, és most egy kicsit pihenőre tettük a Warzone, de úgyis visszatérünk, ez mindig így van. Tehát konkrétan ugye, amikor elkezdtük a játékot, akkor nem lehetett azt hallani, amikor lelőnek minket, vagy lőnek minket, és csak azt vetted észre, hogy már nincs életed, mert nem volt hangja annak, hogy eltalálnak. Úgyhogy amíg ezeket a hibákat nem fixálják, Addig nem szívesen, de majd a jövő héten én azért szeretnék. Itt a gyíkom! Mondjuk olyan érdekesen néz ki.
Insect Fjord. Van még nálunk? Insect Fjord. Lepakoltál? Igen, lepakoltam. És maradt még, mert... Igen. Kell lenne. Viszem fel a gyíkot. Nem tudom, hogy még éle, mert ez a pozitúra, ez nem tűnik túlzottan egészségesnek. DC-n még szerintem lehet fenn van az a matrica. Lehet, nem? Holland lesz. Hát ma már játszhatom egy Minecraft Legends-el, meg lehet, hogy még játszunk mással is, nem tudom, hangulattól függ. Úgyhogy... A Macsak Smallland ebben a formájában annyira nem igaz, mert volt már más stream a mai nap. Megöltük a boss-t, betémeltünk egy geckót, illetve meglett az új armor, és Lissandrát kaptuk meg, mint következő úti cél, ahol majd el kell látogatni. Meg ezével csak beszéltem amúgy az öreg trottyossal ott fent. Ó, tényleg a kardjavítás, köszönöm. Na, alszok egyet. Várjál, leállítom a gyíkomat. Nem alszok, de pillanat is vagyok. Jó. Megyek sírni, mert nekem nincs gyíkom. De lehet neked is. Csak meg kell ölnünk hozzá két bizét, darazsat vagy méhecskét, mert nem darásfej kell, de éted. Hol lehet viszont a kardot javítani? Itt a Stonecutterbe, nem? Tuti nem lesz hozzá alapanyagom, szóval majd mindjárt megint fel kell rohannom, de... Reaper, Flint Sword, Flint kell meg Refined Wood hozzá. Az jó. Flint meg Refined Wood. Van egyébként Refined Woodunk vajon? Jó kérdés. Mondjuk Flintből szerencsére már van egy csomó. Társasjátékozni nem szoktatok? Vannak jó online implementációk. Szoktunk, de inkább, hogyha ugye itt vannak vendégek. Tehát, hogy úgy kettesben nem szoktunk leülni társasozni. Hogyha meg itt vannak vendégek, akkor az úgy kicsit kötetlenebb általában. Nem annyira streambe való, de... De amúgy lehet, hogy meg lehetne próbálni egyszer csak úgy streambe leülni. Na. Hát nem hiszem, Boti, mert streamet abból csinálni szinte lehetetlen, tehát hogy az nem lenne annyira izgalmas. De a videó is szerintem fölösleges. Akik ott vannak, játszanak, azok úgy is ott vannak, és tudnak velünk beszélgetni, meg ilyesmi. Sajnos annyira nem... Nem szeretik sokan azt a játékot. Hogy legyen is úgy értelme. Meg nem is tudnék belőle olyan izgalmas streamet vagy videót készíteni. Na, ezeket a rossz ruhákat valahova le kéne pakolnom. Vagy kidobáljam csak úgy, aztán eltűnik? Eltűnik amúgy? Ha csak úgy kidobálom a rossz ruháimat? Mert ezek úgyse fognak már kelleni. Hogy kell ezt kidobni? Bal kontroll és bal klik. Én ezeket kihánytam ide. Így le is esett a fáról. Megnézem most már ezt a malmot, amit csinált Timu. Tényleg lisztet lehet bőle csinálni. És ehhez mi kellett, hogy ilyet tudják készíteni? Honnan kaptad meg egyáltalán ezt a receptet? A malomnak a receptjét.
tuti begyűjtött valami alapanyagot, ami feloldotta. De mi lehetett ez? Bladszek? Nem. Mi az, ami még nem volt a kezembe liszt? De az meg az izé, már azt mutatja, hogy mit lehet. Pókfej. Feloldok én mindenfélét. Szerintem milyen se volt még a kezembe. A szilket próbáld! Szilket? Szilket próbáld, aha. Valahol itt fent a ládában még kell lennie. Nem találok, azért kérdezem. Pedig... hagytam. Itt a köves ládában talán? Hol ja, van? Akkor lehet, hogy csak nem nézett ki szilknek? Nem. Úgy néz ki, mint a kő, de... Hol van? Valahol még volt pedig. Más láda, nem. Nem. Hát én nem tudom. Nem látok most én. Vagy abból csináltam neked az izét? Itt van, né? Ebbe. Hát legalul. Ebbe. Ja, olyan, mint egy hógolyó. De csinálhatsz ilyen... Shears-t, és akkor mehetünk oda a pókasszonyhoz. Shears-t? És az mi kell? Igen. Sőt, rívok is. De mi kell oda ahhoz? Fiber, resin, flint, refined wood. Jó. Fiber, resin. Csinálj egy ilyet. Meg leteszed a cuccokat, a felesleges cuccokat. Nincs most nálam kb. Semmi. Jó. Lepakolgattam. Köszönöm szépen István ismételten a támogatást. Wood van nálam 2 darab. Resinből nagyon sok, tehát hogy az 68 darab, annyi szerintem nem kell, hogy legyen, nem? Nem hiszem. És akkor nekünk olyan kellene még, hogy clay mortar. Követ kell szedni, kell majd sokat követ. Meg HP-t? Nem kéne csinálni HP potit? Csinálhatunk, ha van alapanyag hozzá. Mi kell hozzá? Petálból van egy csomó, azt hoztam. Health, elixir, nektár, petál, seed oil. Nektár, petál, seed oil? Mhm. Itt van seed. Petál. És akkor még nektár kellene. Nektárból viszont nem tudom, hogy van-e. Nagyon kéne valami. Kell lennie nektárból, vagy 30. Itt az utcsúrál, ebbe talán. Ó, van itt bőven. Csinálhatsz majd akkor nekem is. Csinálok akkor healing potikat. Vagy 10-et. Ha már van, akkor miért ne? Ja, seed oil kell, én meg csak sima seedet hoztam. Na, akkor gyorsan átalakítgatjuk. Szia Viki, halihó! Üdvözöllek! Jó. Ház elixírt csináljak? Igen, a nagyobbikat. Jó. Ó, hát ebből lesz egy csomó. Már lecraftolom akkor, ami most van nálam alapanyag. Csináltam 26 darabot. Te ebbe a kis csöves ládába visszarakom, jó? Meg akkor a tiédet is leraktam. Jó. És akkor a izé, amit mondtál? Flint. Refined wood. Flint, refined wood. Resin. Az... Resinből mennyi kell vajon? 5. De mindjárt mondom pontosan, jó? Jó, mert csak annyit vinnék magam majd nekem utána. 5 darab fiber. 5 darab resin. Várjál, mert semmi nincs nálam. Tehát, hogy annyira lepakoltam, hogy... Flint. Van most nálam flint, refined wood. Resin, meg fiber kell még. Fiber, igen. Azt se találom sehol se. Majd van a csöves láda mellett kettővel. 5 darab kell? Fiberből? 5. Jó. Lesz egy pluszba. És akkor a... Stonecutterbe. Flint shears. Jó, megvan. Annyi. Ez mire jó nekünk? Ezzel tudunk szedni... Kukond. Mit? Kukond.
Szilket. Áh, oké. Okay. Kukon. Kupont? Igi. Jó, még a fát lepakolom, aztán mehetünk, ha gondolod. Are you ready to go? Én mindig ready. Let's go! Na. Látod a gyíkomat? Látom a gyíkodat. Mondja neki, hogy maradjon itt, mert megpusztul. Mondtam neki. Szia Róka! Szia Neizuki! Mi újságon veletek? Meséljetek, skacok, akik mostanában érkeztek! Megkeresük az NPC-t is, Lissandrát? Megkereshetjük. Úgy lenne, akkor már értem, meg gondolom, ő a kövi bosshoz fog minket. Valószínű. Elküldeni. Itt. Mi történt? Én meg Gáb. Nagyon szépen, köszönöm szépen. Hát köszönöm. Nálunk minden jó veletek, velünk is köszönjük. Na itt egyenesen. Zajlik hoztál az élet. A kaját, meg vannak javítva a cuccaid. Hát kaját nem hoztam, de van nálam poti. Útközben majd csak találunk valamit, amit meg lehet enni, ilyen bogyókat, ilyesmiket. A cuccokat megjavítottam. Egyébként, hogyha nem várod meg, hogy nagyon letörjenek, akkor ingyen javíthatóak a cuccok. Igen. Ja, nem tudtam, hogy tudod. Igen. Akkor tudod. Igen. Ugye, ez mekkora darázs. Most harcolnak. Éjszakás vagy. Ó, az nem jó kitartás. Micsoda? A cuccait a darázsnak be tudjuk nyúlni. Insect wings. Egyébként van valami ilyen repülős ruha is. Hát jó. Nem ez lesz a csatorna? Te hova lettél ott arra vagy? Hát van valami nagy cső. Most költöztem vissza a koliba, mai napra már chill time lesz. Ja, hát tényleg vasárnap este van, most mennek vissza a koleszosok. Na nézd csak. Az már ott egy... De csúnya. De ez nem a farkaspók, vagy ez az? Ez a farkaspók. Ezt lehet majd betémálni, csak gondolom ez is kell valami. Aha, ez az. Szóval elmetek ezzel, mert majd lehet harcolni. Az jó, hogyha ezek így ennyire... fáj, amikor megütnek. Megmérgezett, elég keményem. De minden egyes alkalommal kapok egy kis mérget a testembe. Ege. Most arra fele megyünk, amerre Lissandra van? Ege. Itt óvatosan. Ő a mocsár expert, azt mondták. Kicsoda? Lissandra. Ege? Aha, azért kell vele találkoznunk, mert ő ismeri a legjobban a mocsári lényeket. Nem semmi. Itt van lent amúgy a béka a közelben. Igen? Igen. Szép hát jószág. Én nem érzem ezek után azt, hogy szeretnék vele megküzdeni. Nem-e? Amiket pedig nagyon aranyos. Itt kell lent lennie, ha jól emlékszem. Ott van lent, nézd csak. Aha, nem. Nem-e? Ezt megbeszéltük, jó? Nem vagyunk elég kemények hozzá, szerintem. Lemenni. Azt hittem, tudod? Nézd, itt. Hát én nem erre szoktam jönni. Itt, erre, gyere! Itt. És akkor itt le tudunk menni. Aha. Nem erre szoktam jönni. Elég toxikus kapcsolatot ápolunk az izet. Köszönöm, majd valamikor visszanézem a streameket, most a Bob utcával vagyok elfoglalva. Vissza a kisegybe, aztán én tehát már kicsit nyugdíj is van, amin sikerült elaludnia. Hát, szíjóka. Nem tudok erre mit mondani, mármint... Ó,
Tök jó, hogy... Hát nem, nem, most nem, hirtelen nem tudok mit mondani. Nem, nem, nincs elvárva, hogy már pedig itt kell lenned, úgyhogy tökre megértem, meg nyilván legyél vele. A család az első. Így van. Így a fekete özvegy. Sokat legyél vele, aztán annyi, nem. Nem fogok én itt megharagudni, hogyha nem tudsz itt lenni, érted? Ezt akartam mondani. Csak nem találtam a szavakat. Hát most tökre nem Lissandra irányába megyünk, hogy... De. Jó. Oda megyünk, itt fel kell menni. Ez ott egy erőszakos szitakötőnek néz ki. Dehogy is. Parád. Igen. Aha. Hát jó. Valahogy nem tetszik ez a terület. Ez olyan, mint a Valheimban, amikor először belépsz egy ilyen izé területre. Ilyen kegyetlen területre. Hát igen. Na nézd, csak ezeket tudod szétszedni. Kukón. Ez a kukón? Aha. Ó, megcsípott. Megcsípott a pók. És ilyen kell nekünk sok? Kell sok. Remek. Van benne inszek. Jaj, ez izé! Pók tojás! Igen. Ó, mi van itt? Azt a mindenit. Jó, ez kemény volt. Iszok gyorsan egy potit, mert ez fájt. Felére lement az életem. Még potim is van. Még egy toxikus a kapcsolatom a bogarakkal. Tök jól megvagyunk. Már ezeket én kiszedem élet, ha már itt vagyunk. Ja, tényleg itt vannak. Akartam ide jönni. Egyre inkább hát azt érzem, hogy nem akartam ide jönni. Pláne, hogyha bele se ütök abba a cuccba. Már úgy kezdtem azt érezni, hogy végre van erőnk. Megy minden. Megy. Strucc tojás. Nem strucc tojás, csak... Na. Itt mi voltak a gyertyák. Milyen gyertyák ezek? Hát, ilyen gyertyák. Ne, valami szúnyogot hallok. Igen, ezek gyászok. Bántanak nagyon? Hát... De nem legyőzhetetlen, ugye? Nem, csak ezek szemetek. Állj, meg csíp. De véres zsákot dobnak. Igen. Az az én vérem, vajon? Azt a mindenit! Hát menj már, ezek olyan, mint a Don't Starve-ba, izék szúnyogok. Ott is azt gondolnád, hogy izé... szúnyog csípés, azt... Nem, ezek szemetek, mert... jönnek... hármasával. És lett véres zsákod? Nálam egy nem darab tudom. Van. Állja, pók. Miért hát lakik ez ilyen hülye helyen ez az asszony, te? Skadi jó helyre küldött minket, a bánat vigyel. De imádom amúgy, hogy te ott szeded az izét, a póktojást, azt nekem jön a pók. Hát. Nem is neked, aki szétveri a póktojásait. Hol van itt van? Bandage. Jó. Hol van Skadi? Itt lesz majd. Itt valahol erre mutatja. Vagy nem Skadi, mi ennek a neve? Lissandra. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ez egy nagy... ez milyen kéz? Figyeld már. Ez milyen élőlénynek a... Alásságos környék. Ez... Igen, határozottan. Gondolom itt lesz bent az az ébálat. Ott vanni. Kis szuki pókokkal körülvéve egy jumping spider. De ezek bántanak? Nem tudom, inkább leütöm, az a biztos. De dob valamit? Azt a mindenit. Szavasz asszony.
A gyászért költöztél ide? Amúgy igen, mi hozott téged ide? Giant albino spider, what? Igen, Skadi küldött, és azt mondja, hogy talán tudsz arra válaszolni, hogy a Rino hogyan talált oda a partra. Mondj többet. Mondj ezekről az eventekről valamit. Tű. Igen. Aha, igen, azt mondja, hogy az egyikössel látott a mocsárban egy hatalmas albino pókot. Azt kell megölnünk most? Igen. És mostanában egyre veszélyesebb ez a pók. Hozzuk el az egyik szemét, hogy meg tudja vizsgálni. Tehát akkor mind a két szemét le kell hozni. Igen. Meg kell. Mondjuk a póknak többe van, mint egy. Vagy kettő. Majd akkor meg tudja vizsgálni azt, hogy miért változott meg a viselkedésük ezeknek az állatoknak. Hogy nem ott élnek, ahol kellene nekik. Van egy baby pók a kezébe. Igen. Van ellenszer a pók méregre? Na, megtanultam egy izét. Egy receptet. Milyen receptet? Hát a pók méreg ellenit. Mi? Ja. Elárulta. Dárányos. Azt mondja, a nagymamám megtanította arra, hogy egy póknak minden egyes része felhasználható. Nagyon utálta régen a pókokat. De nagyon király kis cuccokat tud belőle készíteni. És akkor nála lehet csinálni silk maszkot, meg ruhát. Silkből, kitinből, heptájhájból, meg insect furből. Meg van ilyen, hogy textil patch, az nem tudom, hogy az... Hogy azt készül. Azt is idéből, silkből kell csinálni. Hát itt vannak. Új armorok. Ő de készíti most el. Majd üdít. Silket kell sokat farmolni. Hát... Király. És gondolom ez a ruha még jobb lesz. És hol van a nagy albino pók? Ott? Hol? Ott mutatja már térképen. Aha. Hát nézzük meg. Megnézzük? Nézzük. Elég keménynek érezzük magunkat hozzá. Ez a barlang. Hát de lehet, hogy ahhoz kellene a pók elleni méreg, vagy ellenszer, nem? Pók méreg elleni ellenszer, lehet, amit most megtanultunk. Meg tudjuk nézni anélkül is. Jó. Elkopott egy zén. Mit? Hát az a... Ez a kis gyász. Támad. Bánatos. Alig sebzek rá. Szép barátságos környék. Igen, nekem is olyan tetszik. Pont mondani akartam, hogy többet kellene itt töltenünk. Ide jönnék Nászútra, ha tehetném. Mit szólsz hozzá? Cunyogok már lesznek itt cunyogok. Merre vagy? Hát ide kijöttem. Jaj. Ne hagyj itt. Itt nem akarok egyedül maradni egy pillanatra. Itt hagylak. Ha-ha-ha. Ne! Ne tedd ezt velem. Tedd ezt velem, kérlek. Új, itt is van még. Miért nem szedett ki a kukunt? Mert el van törve idém. Ennyire, de amúgy azzal még lehet craft vagy farmolni. De együtt csak is van lassú. Benne, tehát lassú. Nem tudnék kiszedni egy darabot se. De lassan, de ki tudod szedni? Én a múltkor eltörött baltámmal jó, vágtam hát a majd ezért ütöm fél óráig. Szia, Alexa! Majd te, válogatsz itt össze-vissza. Na, itt hagylak inkább. Ne! Ne hagyj itt a pókokkal a mocsárba! Ó, te. Ó, én. Ó, te. Most a pók fele tartunk. Igen. De akkor a béka az mit keresít, hogyha most pókot kell megölnünk? Hát gondolom majd a békát is meg kell ölni. Békös pizza. Ez itt veszélyes környék? Hát, szerintem dangeres. Nem néz ki jól. Nem.
Na nézzük. Ja, itt van már mögöttünk egy nagy pók. De legalább ez védett terület. Hogyha jönne a vihar, itt biztonságban lennünk, lennénk. Éjj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 j
Nem. Ez tuti kéne a pók ellene méreg. Mit csinálsz? Mondjuk már egész sokat rásebeztél. Gyere, verjük meg! Ráütöttem a seggét. Milyen sokat rásebeztem? Alig sebeztem bele. Gyere! Jaj, nincsen... izém, staminám. Már egy csomót rávertem. Hát ütöm én is. Ham. Csak most kapjuk a mérgét. Egyel izét, HP potit. Adjad neki! Annyi. Easy. Kétszer kéne megölni, mi? Mert látom, fölkaptad a szemit. Hát, egyből. Ráugrottál a szemire. Jó, hát figyelj, várunk egy picit, azt mit lesz megint? Igen? Szerintem addig igen. Addig a kukunt össze tudjuk szedni. Én legalábbis össze nekem még... Össze tudod szedni. Igen. Kukunt. Kukun! Meg ne kukulj. Én aztán... Nagy izé, nagy... Hány... Hányszor öltünk már boss most, nem bántásból? Hát... Boss ölésekbe vagyunk. Jó, hát fene se gondolta. Nekem az a legjobb, hogy pókfóbiám van, az úgy nem lehet kellemes. Nem, egyébként be lehet kapcsolni, van a játékban ilyen beállítás, hogyha valakinek pókfóbiája van, akkor gondolom barátságosabb. Mi? Csillámpónik izé ugrálnak itt, vagy mi? Nem tudom, hogy akkor mivé változtatja a pókokat, vagy hogyan teszi barátságosabbá őket, de... Bevallom, én ezt a opciót nem kapcsoltam be. Hát az izében House Flipperben is van, hogy ne legyenek csótányok, hanem üvegdarabokat kell főszedni helyette. Hogyha valaki nem bírja az ilyesmit. Ez is kukun. Hú, itt nagyon sok a kukun. Itt minden kukun. Na hát azt nem tudom, hogy én kiszedjem. Kapta halt. A kis pókica. Mennyi idő, amíg vajon újra spannol? Lehet kell neki egy nap is. Nem tudom. És megint nem írtuk amúgy fel, hogy mi kell majd azokhoz az armorokhoz. De, rengeteg sziak. Meg hát úgyis vissza kell menni a asszonyhoz, elvinni neki a szemét, úgyhogy meg tudjuk nézni. Mondjuk jogos. A szemit. A szemit. Szedjed csak az éket. Kukunt. Szedem a kukun. Szedjed a kukun. Én addig hazamegyek. Szia! Nehogy itt hagy! Egyedül a nagy pókkal mindjárt visszaspónol. Cicává változna, de hát akkor cicák támadnának, azokat kéne megölni. Azt se hiszem, hogy sokan szeretnék. Oké, hogy az aranyosabb, de hogyha meg kell ölni őket, az annyira nem jó. Á, eltörött a flint sírem. Hát összeszedtem összes kukunt. Eltörött az Ed Sheeran. De ha már ezt elkezdtem, akkor kiverem. Hát... Jó. Ezt most már akkor összegyűjtöm. És itt korai még el. Remélem megkapom az alapanyagot, és nem olyan, mint a Minecraftban, hogy ütöd kézzel a követ, és nem kapsz belőle semmit, de cserébe jó sokáig tart. Na, meg volt. Három szilket is kaptam ezért a csodálatos mutatványért. Vajon újra spawnol akkor is, hogyha itt vagyunk közvetlen a környezetében? Szerintem biztos. De én már rég ott hagytalak. Tényleg. Hol vagy? Tényleg itt hagytál? Hát ilyet! Szedek követ.
pókfejű cica. De a póknak melyik része ijesztő, akkor nem a feje? A lábai? Te egy ember halt meg, nem? Úgy tűnik, mert elég nagy csontok vannak ott. Igen, itt a lába, meg minden. Ez itt határozottan egy embernek a csontváza. Aha, igen. Annak néz ki. Az úgy para. Na megnézem, hát ha újra spawnolt. Jó sok szilket szedtem. 50 darabot. Hát az kell is. Van nálam is. Nincs még bent 60, 62. Hát gondolom kell majd másik alapanyaghoz is. Jó, de ebből van egy csomó itt a mocsárba. Hát igen, itt. A csontot ezt nem tudom szétütni sehogy. Látom, már pokot vedleni ott a feje a legkevésbé ijesztő. Hát, na. De akinek pókfóbiája van, gondolom nem a pókvedlés miatt alakul ki. Van feje is ennek az embernek? Van. Kemény. Tömése valami? Minden foga megvan. Tökéletes. Újra spawnolt? Még nem. Itt nézem, hát ha. Ez a grounded... kicsit ijesztőbb verzió, nem? De ez olyan, mint a grounded, nem? Egy kicsit olyan, nem? Ugyanúgy ez nem az a játék, ez nem a grounded. De hasonlít a groundedra, nem? Kikaptam volna az aranyfogát, hát ki tudja, érted? Meg kell nézni. Meg kell nézni, hát ha van ott annál a csontváznál valami kis loot. Grounded arachnofóbia kiadásban. Itt várom, hogy megjelenjen újból a pókasszony, mert beloptad a szemét. Miért csak egy szemet hát, dobott amúgy egy pók? Te meg a gekkút, na. Hát jó, de... Hát na. Ahhoz csak egy méhecskét kéne ölnünk pluszba, ne csináld ezt velem. Hát, amúgy lehet, csak hogy... egy pókot kell ölni pluszba. Lehet, hogy ez sok idő lesz, mire újra spawnol, én attól félek. Dehogy is. Meg hogy nem spawnol újra, hogyha itt vagyok. Na, de én is itt vagyok. Ja, te is ott állsz most már. Milyen nem most éri már? Amúgy? Eddig is csináltam. Hát az előbb vizé mentél. Itt voltam. Elcsászkáltál. Kódexbe, hogy valahol nem írja le, hogy... Ó, itt lehet látni, mennyi mindent lehet majd még megtanulni. Bezony. Meg hogy mennyit tudsz még a üstbe mondjuk, vagy a Stone Cutterbe, nekem még kettő van hátra. De itt mutatja az armorokat is, hogy miből mennyi kell hozzá. Nem kellett volna Skadihoz lemenni. Hát Scooby-Doo-hoz most már mindegy. Textile patch, meg silk thread, meg spider head. Tehát ezekhez akkor pókot kell ölni bőven. Uh-huh. De csak a fejeshez kell a spider head. Forge. Az lesz még azért, ha bőven cucc. Van, amit még föl se fedeztünk. Körülmel. Ahhoz képest, hogy még nagyon early access a játék, elég sok minden van már benne. Na mi van, Pók? Hapcika. Lassan éhezek. Egyé. Hát nincs nálam kaja.
Hát tegyél ilyen idét, milyen insect, egg, meg ilyenek. Azt meg lehet enni? Miért ne lehetne? Ja, ő. Hát nem gondoltam arra, hogy a pók tojást megegyem. Megjelent? Nem, leestem. Ja, azt hittem. Köszönöm szépen. Nagyobb volt a kétségbeesésed akkor. El kell vinni a pók szemet, aztán köszönöm. Visszajönni újból. Hát nem tudom. Szerintem nem. Köszönöm. Elvigyem? Hát próbáljuk meg. Csak félek, hogy itt egyből megjelenik, az mondjuk úgy ciki lesz. Majd visszafordulok. Jó. Én megnézem akkor, vidd el a pókszemet, aztán majd csak mond valami okosat. Én meg addig itt állok. Sőt, szedjék tudod követ. Mit? Hozok be egy teát magamnak. Na nem semmi. Na nem semmi. Mizu kukon. Te vagy kupon. Te vagy kupon. Te vagy kupon. Na nem adom le a izét, a szemit. Na! Add le a szemit a póknak. Ki kellett volna kanyarintani az összes szemit. És akkor mindenkinek lett volna belőle. Az lett volna a megoldás, én úgy tudom. Itt van! De jó, most indultam el. Jó, jövök vissza. Remélem nem vett észre. Egyedül azért ez így. Kukon. Jó, nem vett észre. Merre vagy? Most jövök vissza. Mindjárt itt vagy, jó? Olyan szép nagy lábai vannak. Igen, főleg amikor fut utánad. Úgy kifejezetten aranyos, nem? Pókfóbia on. De nem adta le. Még a pókszemet nem adtad még le. Ja, mert dehogy is, éppen csak elindultam. Úgyhogy nem kellett megvárni, ez újra spawnol magától. Jó, van HP poti bekészítve, mindjárt rizé, lövök rá vagy kettőt, aztán mehet. Jó, amúgy mennyit sebzel rá? Mindjárt megnézem. Ugudj ma fel. Nézd meg a... Remélem sikerül megint megölni majd. 15. 8. 8. Mondjuk lehet, amit fent kellene ütni. Az előbb tökről beszorítottuk valahova. Fiii! Leestem. Le tudod húzni? Igen. Oszta! Hát ilyen támadást az előbb nem csinált, vagy csinált? De, csinált. Nincsen staminám. Mindjárt megvan staminámina. Egy hit. Na jó, csak elkezdett inni a karakterem. Üzd már le! Megvan, szerintem. Ott a szemé. Na, adjuk le, aztán megnézhetjük a másik. Gameskót. Jól van. Ha gondolod. Jól van. Jó, büdösek lettünk már megint. Ez a mérgezés, ez nem tesz jót. Már-már túl könnyű. De akkor lehet farmolni majd megint. Igen. Hú, még mindig rajtam van a mérgezés. Most múlt el. Rólam már rég lekopott. Hát rólam most múlt el. Még mindig szívta az életemet lefele. Most kezdett el visszatölteni az életem. Csak már egy potim van, aztán nem akarom elhasználni. Hogy? Hát... Ha nem tizet hoztál magaddal? De. Hát akkor hogy? Hát nekem van még 7. Hát én használtam.
Biztosra mentem, hogy ne halljak meg. Nem volt olyan drága elkészíteni, szóval úgy voltam vele, hogy egyszer élünk. Nem tudom, semmi. Itt a sok bárkán jöhetsz ide. Aha, persze. Ennél van biztonságosabb helyen is. Your flint sword is badly damaged. Hamarosan az enyém is. És még haza is kell majd menni. Igen. Az lesz itt a kellemes. Your flint sword is badly damaged. Na igen. Há, hány karddal kéne ide jönni? Hol van Lissandra? Cassandra? Hát nem itt. Nem ott. Följebb volt. Én nem tudom. Jújjúj. Kicsit nagyot ugrottam. 100 lábú pók. Jól nézheted ki. Én ide... Jaj, jó, nem szorultam be. Ha, itt vagyok. Pont. Milyen Harry Potteresen lebegnek itt a gyertyák. Ez is valami emberi csontváz, nem? Fel tudjuk témelni most már az izét. Mit? A izét. Na, megöltük az albino pókot, elhoztuk a szemét, ahogy kérted. Ó, tényleg? Hogy csak ide, hogy megvizsgáljam. Nos. Az, amitől tartottam. A szeme teljesen el van, ez felhősödve. Úgy látszik, hogy ezt a pókot megmérgezték. Nem tudom, hogy egy milyen méreg lehet képes arra, hogy egy ekkora lényt megmérgezzem. Tuhala tanított engem meg mindenről, amiket tanult a mérgekről. Viszont volt egy kis balesete, és azóta eltűnt. Senki se látta azóta. Viszont tudom, hogy Noknak is volt mostanában problémája. Mert hogy egy... méhecske, egy fekete dongó lesz gondolom a Black Hornet. A Greyland környékén mostanában gondolom támadja, üldözi a népeket. Spider Treat! Wolf Spider Treat! Jó. Királyság. Menjünk még haza aztán. De mondjuk közel van Nox. Miért hol vannak? Ja. Hát itt fel, milyen feljebb, szeme itt van? Hát jó, csak badly damaged. Jó van, zsál haza. Szerintem lassan most itt keményedni fog itt az összes izé. Te vagy is. Cucc. Hol vagy? Hát megint nem látlak. Kifele. Mert már rég nem vagyok ott. Hát azért nem látlak. A barlangból, ahol bementünk. Hát én máshonnan jöttem be, azért nem tudom hol vagy. Én valahogy föntről estem le ide. Én is. Hát akkor nem ott mentél ki, nem? Vagy ott? Nem a barlangon keresztül? Nem, én kimásztam. Ja, ah, én a barlangon keresztül megyek most. Látom. De valahol itt csak összeérnek a szálak, nem? Persze. Ah, ott látlak. Megyek. Ne aggódj! Rohanok feléd. Most törött el a kardod? Igen, úgyhogy megköszönöm, ha besegítené. Jó. Hű, te így jó lesz haza menni. Hát haza kéne valahogy futni.
Van nálam stamina poti, adjak? Hogy YouTube-ban tudjál futni? Tuti? Tuti. Hát de várj, ez itt nem jó. Azt nézem, hogy mi a terv. Jajjaj! Jó. Futi, futi. Itt van már a híd. Hát... Vigyázz! Itt van mögöttünk. Látom, csak semmit nem sebzek rá. Na most tört el az én kardom is. Erre nem lehet felmenni. Hát valahogy ott a hídra kéne feljutnunk, nem? Hát, itt egy pauk. Igen, hallom. Próbálok nem tudomást venni róla, vagy nem tudom. Jaj, 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 jaj! Uff, 50 HP. Na várjál, iszok. Ja. Itt nem tudunk rá, itt föl tudunk rá mászni. Hát tudom, csak amarra is fel lehetett volna menni. Szia, Kardi, üdvözöllek! Ezt nem hiszem el. Mi van, megunta? Hát jó. Miért nem tudok felugrani erre? Ott hagylak, azt megesztek a paukok. Ne! De! Csak nem lenne annyi szíved. De, már megyek is, látod? Ó, te! Kéne fákja, hogy lássak is valamit. Ja. Mert csak téged látlak világítani. Hogy menjünk tovább? Aha. Hát valahogy csak lehet. Gondolom. Itni. Jaj. De még ütsz egyet, hát ha. Ilyenkor már mindent nyomok. És általában ez szokott lenni a vesztem, hogy még egy plusz gomnyomást intézek, amivel mondjuk lesúszok. Általában ezért szoktam meghalni az ilyen játékokban. Igen. Ez a fókusz terület ez. Ez nem jó, nem szép. De még vannak még. Arról kikerüljük őket. Aha, hitted. Hát, én inkább futok. Én is inkább szerintem csak futok, csak nekem lassabb a cuccom. Ez olyan nehéz armor, hogy ebbe lassabban tudok futni. Ne. Ebből lehet izé lesz, kampó. Ne. Mennyi pók van itt? Au! Viszik lefele az életemet rendesen. Nem igaz hiányzott. Igen, most már ott a helyi nyomik fognak minket bántani. Az ott a mi? Luffing? Igen. Luffy! Mondjuk legalább már közel vagyunk. De hogy nem bírnak ezek? Lehet a szagomra ilyen. Igen? A pókok hát, szaga? Igen, látom. Húzod magad utána a csíkot, mint a Sims-be. Jaj ne, lemerül a telóm. Hát jaj, egy töltő megoldja ezt a problémát. Egy jó hosszú kábellel egy töltő. Hú, el se hiszem, hogy hazaértünk. Jaj, ne. Ja, már viszed is fölfele. Hát? Hű, hát most így elég izgalom volt mára ebből. Igen.
De amúgy sokat haladtunk most nagyon. Így sztorival biztosan. Beszéltem már, én még az öreggel sem beszéltem. Na. Azóta sem. Itt a gyíkod. Itt a gyíkom. Neked már majd lehet pókod. Hát, igen. Lesz is. Miben fáj amúgy a pók. Wolf Spider. Grasshopper Leg. Spider Eye. Insect Wings. Petal Seed Oil. Tök easy. Ezekből szerintem lesz minden. Úgyhogy majd azt akkor tudsz témálni a kövi alkalommal. Úgy lesz, úgy lesz. Meg akarom javítani a cuccomat, nem akarok úgy kezdeni, hogy még akkor itt kóvájgok. Resén mi kellett? Refined Wood. Van csinálva, vagy csinálják? Refined Wood van csinálva. Van, mi kellett? Flint. Flint kell lesz. És valamit tudja, hogy elfelejtettem, mibe? Nem. Oh. Ja, így kell ilyen textil cuccot csinálni. Majd akkor ahhoz is el kell készíteni a cuccokat. Viszont üzéből hoztam Insect Cure-ból megint vagy 49 darabot. Az nem semmi. Az is kell majd a armorhoz. Én is még megjavítom az eszközeimet. Flint, izé. Most pakolod őket vissza? Azt néztem, aha. Az jó. Hogy... ez mi kell? Petal Firefly Juice. Oh, az mit áll. Tud? Egy nagyon jó kis cucc. Igen? Igen. Mi kellett ehhez? A flint, vagy mi az? Resin. Ja, resin. Hát három refined wood. Igen, már minden, csak a resin nem volt meg így fejbe, hogy az kell. De az hol van? Van itt hol resinünk? Van itt 9. Ide leteszem. Ebbe. Köhi. Úgy. Gyorsan megjavítom még akkor a cuccokat. Mert tényleg el fogom felejteni a kövi alkalomra. A kard, igen, ahhoz szedtem most össze az alapanyagokat, hogy azt meg tudjam javítani, mert ugye az már annyira eltörött, hogy ilyenkor alapanyag kell a javításához. A ruhámhoz még szerencsére pont nem kellett. De ilyenkor alapanyag már sajnos kell. Ilyenkor már elkéri az árát, hogy eltörött a kard. De köszönöm, hogy szóltál. Ízében most amúgy így csomó van szilkből. Hát de kell is. Kell is, nem azt mondom. Nézd meg a loomot. Megnéztem, igen, hogy ahhoz kell. Csinálok is szerintem olyan klossz cuccot, annyit amennyi majd kell. Patch fiber szilk kell hozzá. Te akarod majd azt a ruhát? Nem, én pókot akarok majd. De az a ruha nem is kell, amit ő ad. Ne, engem az nem érdekel. Miért? Mert nem. Hát mert mi? És mi van, ha jobb, mint a mostani? Nem, nekem jó ez. Piercing resistance, pedig. Movement speed, protection 5. Spider eye. A jelenlegi cuccod az protection 3-as. Nem baj. Tuti? Crossover. Mi kellett ehhez? 8 textil patch. 16 darab textil patch. Jó. Na várjál. Insect petal seed. Insect petal seed. Insect petal seed. Kell még hozzá izé? Vagy mi fogyott el? Petal seed. Fiber. Hol van nekünk a pedál? Ebbe? Amúgy menő lenne, ha ki is lehetne rakni az armorokat. Seed oil van nálad? Seed oil? Ez hol van? Nincsen. Aha. Hogy? Meg hát... lehet csinálva mindegyik fának? Hát lehet. Hát remek. Miért?
Mert fogom felejteni. Jaj, hát majd azt úgy is szed mindig az ember. Hát de nem már kell, két darab kell lenne, mert nincs sehol. Kell 24 darab textil patch. Majd a ruhához. Már valahol legyen már. Fredből 4. Ha még egyszer átnézem, akkor se lesz. 10. Szerintem akkor se, de megnézheted, 14. Meg az ember is. Főleg a csökkéne vissza az a paróka. Itt van amúgy még. Be van készítve, mert még mindig nem sikerült nyerni abba a gyászos játékba, úgyhogy... Hát resint is majd kell szedni. Az majd mindenféleképpen kell. Mit mondtam, mi kell nekem? Hogyha abban nincs, azt amúgy... A resin az van otthon, vagy... Igen, abban van egy csomó. 15 darab a kis csóróládába, vagy most mihez kell neked? Mi kell neked? Ja, csak elkezdtem összeszedegetni, hogy 30 darab van itt. Elkezdtem összeszedegetni az alapanyagokat, hogyha majd megyünk arra, akkor én meg tudjam magamnak csinálni a ruhát. Na nem, semmi. Hát most nem baj, hogyha van többféle ruha. Érted? Van amelyik bossra gondolom ez lesz jó, van amelyikre az. Úgyhogy most elkezdtem összeszámolni. 18 darab kell a Silk Threadből. Hát meg tudod nézni. Igen, az előbb összeszámoltam, csak elfelejtettem. Há, én most Poppy Playtime, úgyhogy nem tudom. Szerintem 18 kell. Mindjárt megnézem, Lissandránál textil 4 darab kell. Meg 6 az 10. 14. 18, igen. Textil patch az megvan, akkor az összes Heptile Hide-ból kell még 3. 6. 9. 9 darab Heptile Hide. Azt hol fogjuk vajon megtalálni? Ott fent valamelyik ládába. Van még belőle, te szerinted? Kell lennie, én hoztam az előbb is. Egy darab van az egyik ládába. Többnek kell lennie. Lehet akkor másik ládába lesz a többi. Vagy lehet, hogy az már ledör. Lehet. Nem tudom, nézd meg. Itt van 12 Herptile Hide. Várjám, ez Herptile ledör. Aha. Azt mondom. Meg nem tudod szétszedni. Az jó. Na mindegy, akkor ebből kell majd még 9-et szedni. Meg kell 3 pókfej, meg insect furből. Meg kitin is kell majd. Jó. Fent lesz YouTube-on? Igen, föl fogom majd tölteni. Meg immunál már most is lehet amúgy nézni, mert ő oda is streameli, és akkor egyből, hogy vége a streamnek, ott az ő nézetét vissza is tudod nézni. Na nem semmi. Nagyon szép egy íkod, mondtam már. Hát. Na. Seed oil. Tudtam én, hogy irigykedsz a íkomra. Igen. Már csak nekem lenne. Ekkor egy íkom. Insect furből csak 3 darab kell, akkor nem viszek magammal majd 30-at. Ne is. Hogy lehet szétszedni a dolgokat, mert arra viszont még nem jöttem rá. Left shift split stack. Most kidobta? Kidobta. Feltáld. Na jó, én igazából meg vagyok. Én is mindjárt. Meg tudom, javítok. Gyorsan mondom, még ezt megnézem, de a Heptile Hide-ot majd még gyűjteni kell 9 darabot, hogy meg legyen a armor, amúgy minden más megvan. Itthon. Nincs sehol. Én nem találtam. Hát most úgysem megyek már vissza hozzá, csak... Vágesz. Csak nem baj, hogyha már egy előre elő van készítve. Hát majd legközelebb akkor úgy kell megindulni, hogy amikor megyünk arra, előtte még gyűjtünk annyit. Aztán úgy tovább, hogy akkor egyből be is tudjam váltani a csajnál, és akkor menni a kövi NPC-hez.
Na. Na, mit szólsz hozzá? Nem semmi. Jól van. Szerintem akkor ennyi volt most ez a kis Small Landes streamecske. Legyőztünk két bosst, haladtunk tovább a sztorival eléggé sokat. Megtudtuk, hogy miért viselkednek ilyen furcsán ezek a bosszok, mert megmérgezik őket. Nok, remélhetőleg tud majd nekünk segíteni abban, hogy megtaláljuk azt, aki szakértője a mérgeknek. Vagy lehet, hogy ő is tud majd nekünk valami klassz tanácsot adni. És akkor innen folytatjuk a következő alkalommal. Van azért még itt bőven térképrész, amit nem jártunk be. Úgyhogy köszönjük, lesz, hogy itt voltatok. Lesz van én nálam egy kis izé, egy 5 perc pihi, aztán mehet. Jól van. Tehát én le se állítom a Twitch-en. Jól van. Úgyhogy akkor köszönjük. Sziasztok. Hello. Hello-ka, mindjárt jövünk.